felvételt készítenünk, hogy a felvétel készül. Folyamatos jelen. Semmi kifolyásom a felvétel jelen. És aztán majd nyilván az utómunkálatokban lesz eletendő. Nem, amely is a felvétel? Igen. Rejtett komoly. Mert így ez mindig van. Csak hang. Ez csak azért van nyitva, hogy vegye a hangot. Igen. Jó, köszönöm. Szeretettel köszöntök mindenkit. Különösen Viktor András, aki a Magyar Környezeti Nevelési Egyesületnek is ugyan felnöke. Illetve... Én voltam, most már csak tiszteletben jelentem. Akkor bocsánat, hogy nem voltam alapraként, de akkor köszönöm a pontosítást. Illetve az ökogyülekezett mozgalomban találkoztam meg először, előadásán. Szóval más részről Kis Ferenc Jezsuita, testvér köszöntöm még, akit meg Tezi énekes, zenei szolgálatból érte egy jezsuita nyomat, ezt nem is érről ismerek. Tezi énekes zenei szolgálatok voltak itt a jezsuita 8-ason, illetve valamnak is rendszeresen havonta. Mm-hmm. És akkor én így kerültem közel igazából a jezsuitájékhoz, hogy a Tezi-ének is, meg az ökumené, hogy egyáltalán nagyon szívem csücske volt már akkor is. És összeértek a szálak, és Feri egyébként matematikusként is végzett, és így a természettudományos gondolkodás, meg a logika, meg a józanész is nagyon testhez álló a számára neki is. Nem egy férfi jelezte még a részletét. Ha kellett volna jönni, akkor mi voltam a tűzőkodnak, amit még nem tudtak el, és fontosnak tartják. Én is ismertek, hogy nem lehet itt magamban. Ez egy kultúrház gyakorlatilag? Igen, igen. Az egész épület? Sokrétű tevékenységek vannak, és nehéz az épületnek a határait is megvonni. Na. Mert valószínűleg szigorú értelemben ez a 20-as házszám, és akkor ez a Párbeszéd háza, és akkor ebben van néhány irodahelyiség, van itt a fő, tehát az alaksorban ez a Loyola Café, és meg néhány terem egy oktatási célra, és akkor itt főleg a földszinten ezek a termek, ezek vannak ilyen rendezvények számára. Hogyha meg az ember így építésileg nézi ezt az egész komplexumot, akkor meg a szomszéd épület az egyik oldalról a Szent Ignác Jezsuita Szakkollégium, a másik oldalon van a Magyar Jezsuiták Tartományi Központja, és az épület össze van nőve belülről a Mária utcai templomig egészen mindennel. Hoppa! Végig lehet járni? Igen, igen, hogyha itt elindulunk, akkor... Csak labirintus, de... Igen, el lehet tudni a Mária utcai templomig? Igen, 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 tehát kiléphetnénk innen a Lőrinc baktérre, igen, úgyhogy nem áznánk meg közben se, hogy... Igen. Nem semmi. Mire épült ez a építették ezt épületet? Mert egészen különös a szerkezet. Hát a templom már megvolt korábban, és akkor kaptak a jezsuiták, vagy vásároltak a 20. század elején egy telket, és akkor nagy ilyen világi mozgalom is kötődött a jezsuitákhoz, amit Mária kongregációnak neveztek, tehát ez volt, nem nincsen ilyen jezsuita harmadrend, mondjuk a ferenceseknél, vagy ilyesmi, hanem ez a Mária kongregáció volt. És akkor ez annyi ilyen kis közösség volt, ilyen-olyan Mária kongregációk, hogy akkor így a 20-as évekre úgy látszott, hogy jó lenne egy nagy székházat építeni, akkor ezek a közösséget tartatják, rendezvényeiket, meg ilyesmi. Tehát eredendően az épület célja az ez lett volna, hogy a Mária kongregáció szék legyen. Aztán hát nyilván a háború viszontagságai miatt volt ez szükségkórház, szegény konyha, és aztán az elkobzáskor pedig állami tulajdonba került, és azt hiszem végül propaganda stúdiónak használták, tehát ilyen propaganda filmeket forgattak, és akkor a 2000-valahányban eléggé lehasznált állapotban került vissza a jezsuita rend tulajdonába is. Egyébként nem volt egy vélete a Rajkolesz, tehát a közgazdaságtudományi egyetemek egy kollégium a Rajkolesz, valamit voltak különbözően. Lehet, hogy más néven, de még mindig van, mert elég sok kollégium van. Igen, mert ugyanis, mert akkor 80-as évben jártam itt ilyen előadásokra, a kollégiumok, nekem úgy emlékszem, hogy ugye ez az életet, szerintem... vagy a mellett. Igen, igen. Akkor ez itt végig egyetemi utca? Hát van, vagy négy kollégium. Most a református kollégium nyilván a sarkon, tehát hogy... Mióta leégtek. Igen. Igen. Valási és egyetemi közben van a kollégiumban, tehát kollégium. Valási és meg gimnázium is van. Igen, igen. Meg Vörös. És arrébb a másik oldalon. Ott a gimnázium? Szemben egy is. Ott a bölcsőben. Hát akkor nagyon erős a szellemi kisugárzás. Hát igen. Jó arra. Mert nem túl sok a város. Na, akkor szerintem.
Tehát akkor tanárulat, hogy a gondolatait hossza meg az ökumenéről, hitről, tudományról, ökogyülekezeti kapcsolódási pontokról, vagy amit még hozzá tartozónak gondol. Tegeződünk. Igen, köszönöm. Csak gondoltam, hogy így a felvétel érdekében. Vagy ott is inkább legyen a tegeződés? Nem, ez a... Jó. Ez a meghívó volt, hogy valaki nem meghívó. Az ökumenéről. Tulajdonképpen szomorú vagyok attól, hogy a kereszténység története tele van hasadásával. De milyen gondolkodnunk, hogy egymás iránti tolerancia, egymás megértése és szeretettel elfogadása. Tehát a jézusi viselkedés, ez idegen, hogy elkülönülünk, hogy szétválunk és különböző válunk egymástól. Ugyanakkor azt is mondhatom, hogy nem olyan nagy baj, mert hogyha teljesen egészítjük egymást, mint a komplementáris párok, akkor tulajdonképpen nem baj, mert katolikusok nyilván másképp látják egy kicsit a világot, mint a protestánsok. A protestánsokon belül az evangéliusok másképp látják, mint a reformátusok, stb. Nem beszéljük a kis egyházakról. Nyilván mindegyikben, minden ágban, nem is beszéljük a pravoszlávokról, ami már koptok. Ezer évvel ezelőtti hasonlás, a koptok, igen. Az örvény keresztények. Szóval ez bonyolultá vált az egész Krisztus követő világ. De én azt gondolom, hogy nyilván mindegyikben van valami különös érték. Tehát ahogy ők látják a küldetésüket, meg a feladatokat, abban biztos van valami speciális, sajátosság is érték. Úgyhogy én érzem az ökumenikus mozgalmat, hogy akkor próbáljuk közelíteni egymáshoz, mert legalábbis ne kerülgessük egymást, hanem próbáljuk együttműködni. Azt én lelkesen támogatom, mert akkor ebből kijöhet valami olyan, hogy komplementálisan kiegészítjük egymást teljessé. Én ezt gondolom az ökumenikusságról. Én reformátusnak születtem, református is vagyok. Most is, tehát ugye kiderült az örök, hogy én a református egyház ökogyülekezeti mozgalmában vagy benne. Mondjam a történetét? Uh-huh. Magyarországi református egyháznak van egy ökogyülekezeti programja, és ennek a segítésére összehívtak egy ökogyülekezeti tanácsot, uh-huh. ami elvileg 10 főből áll, melynek fele lelkipásztor, fele pedig laikus. Úgy kerültem az ökogyülekezeti tanácsba, hogy Kodács Tamás, aki református lelkipásztor, hívott engem meg abba a tanácsba. És addig hívott meg engem, mert valamikor egyszer, nem tudom már hol találkoztam össze, és kiderült, hogy én nagyon-nagyon sokat foglalkoztam Pierre Teilhard de Chardin-nel. És vele pedig azért foglalkoztam nagyon sokat, mert egy atyai jó barátom, aki református lelkipásztor volt Új-Budán, ő fölhívta egyszer édesanyámat, mert 30 éve, de legalább 30 évvel ezelőtt egyszer a kezébe került egy Teilhard Chardin cikk, ami a Vigiliában jelent meg, a anyag szíve, ez volt az első, mert ugye nagyon sokáig nem kapta meg a négy rosszat pecsétet, nem kapta meg Chardin, de aztán valahogy mégis csak sikerült a dolog, és akkor megjelent ez az anyag szíve című tanulmánya. Érjük ezt Hajdú Péter, akiről most beszélek, Hajdú Péter elolvasta ezt a cikket, reformátusként egy jezsuita atya cikkét, és azt mondta, hogy hát ez nagyon érdekes. Ő ennek a felét nem érti, meg különösen az egész valami egészen más világ, mint amit eddig megszoktunk bármely felekezettől, de ezzel az emberrel ezzel muszáj foglalkozni, mert ez olyan, ezzel nem lehet elmenni mellette válasz nélkül, vagy kérdése nélkül. De minthogy az volt a tanulmány címe, hogy az anyag szíve, és tele volt ilyen-olyan ásványokkal, meg nem tudom, hogy kell a cikkezét. Üzenet édesanyámnak, hogy kérdezem már meg tőlem, hogy nem vállalnám azt el, hogyha összehív egy szemináriumot, a Teilhard de Chardin megismerés érdekében, akkor nem ismertetném ezt a cikket annak a társaságnak, mert ő bemérte azt, hogy ez olyan bonyolult nyelven van írva, vagy annyira szokatlan fogalom használattal van írva, hogy ezt mindenfajta magyarázat nélkül nem érti meg a hallgató. Ezért én azt a mondjuk 5 oldalas cikket, azt hát egy hét alatt megértettem, átkarományoztam, és rettentő idegesnek találtam, én is. Fölkészültem benne, és akkor ilyen magyarról magyarra, mert le volt fordítva magyarra, mert ezek románnak hívja Szao Paulóban, vagy hol, tehát ő lefordított majdnem minden Teilhard de Chardin írást, tehát magyarul volt már
kezemben, de magyarul, magyarul, ez egy pedagógus vagyok, úgyhogy pedagógus feladatomat vállaltam, hogy elmagyaráztam a társadalmi azt, hogy mit is akar gondolni, üzenni, te János Ádám ezzel az ütlen. És akkor ez érdekes volt mindenki számára, és akkor olyan jó sikerült, hogy akkor egy hónappal következő alkalommal, akkor megint valami dikirjában, vagy nem tudom, hogy ilyen tanulmány ismertetése volt a téma, akkor megint üzent nekem Hajdú Péter, hogy nem vállalnám el most már ezt, és elvállaltam. És így maradtunk. És akkor az volt a történet folytatása, hogy én 15 éven keresztül vezettem ezt a szemináriumot. 15 éven keresztül minden hónapban volt egy alkalom, amikor teljesen valamelyik cikkét, valamelyik könyvfejezetét ismertettem, hol változó, hol állandó társában. De még ebben az is benne volt, hogy a gyülekezet Tahi nyaralójában fölment nyáron három napra, és akkor délelőtt délután foglalkoztunk vele. Úgyhogy ebben azt kérdezett, hogy én szárnyékoztól teljesen függetlenül belesöpettem egy olyan helyzetbe, hogy kénytelen voltam teljes szakértővé kinőni magamat, mert gyakorlatilag mindent elolvastam tőle, ami nem szaktudományi betű, tehát őslénytani cikkeit az nem olvastam. És akkor ez nem is volt elhatástalanul rám, tehát én bizony Isten valami szempontból teljár nyomán látom a világot. Én mint biológus. De hát ő is őslénytanos volt, úgyhogy biológus. És akkor valahol tartottam egy előadást róla, és akkor ott volt Kodási Tamás, és ez neki nagyon tetszett, mert ő meg a maga körében szintén ezzel a kérdéssel foglalkozott, hogy tudományos vallás viszonya egymáshoz, és akkor így behívott engem ebbe az ökülgyülekezeti tanácsba. És ez így maradt most már évek, most már legalább 8 éve, vagy nem tudom hány éve vagyok ennek a tagja. Na, ennyit az ökögyülekezetről. De az egy folytatása is, hogy én a Magyar Környezeti Nevelési Egyesületnek most is aktív tagja vagyok, rengeteg projekton, amiben részt veszek, és ennek az egyesületnek van is egy, hát sajnos eléggé ladán működő, én nem bírom működtetni, csoportja, szakmai csoportja az, hogy teremtésvédelmi nevelés. Mert hogy azt gondolom, hogy a fenntarthatósági nevelés, vagy környezeti nevelés, globális nevelés, teremtésvédelmi nevelés, ez mind ugyanannak valamilyen jobbról nézem, balról nézem arculata, és ez engem rettentően érdekel, mert azt gondolom, hogy mi felelősek vagyunk ezért a földért. Amikor a ökogyülekezeti tanácsba bekerültem, akkor többen kérdezték tőlem, hogy András, te biológia kémiszomos vagy. Ökológiával foglalkoztál, tanítottam is ökológiát. És az ökológia tanulmányon keresztül jutottam arra a meggyőződésre, hogy az egész földúja úgy, ahogy van, csak egyben védhető meg. Nem védhető meg az egyik része, meg a másik része függetlenül. Tehát az egész földet kell védeni, mert minden összefügg az ökológiai rendszerekben. Tehát nekem, mint ökológus gondolkodónak az a feladata, hogy az egész földet védjem. A másik pedig az, hogy hát ha egyszer a Genezis könyvét elkezdem olvasni, és ott az van, hogy és látta Isten, hogy ez jó, mm-hmm. hogy ez igen jó, hát ha ő igen jónak látta, akkor milyen alapot teszem én tönkre? Mm. Hát nincs jogom, már hogy mondjam, elkülsőleg nincs lehetőségem arra, hogy én tönkre tegyek valamit, elvonsak valamit, amire az Úr azt mondta, hogy ez pedig jó. Ez pedig igen jó. Így aztán bennem ez a kettő szépen kiegészíti egymást. Tehát még magamról valamit azért, hogy világos vallásától. Tegeződik, ugye? Hogy én nem járok gyülekezetbe. Nem járok templomba. Nagy ritkán járok templomba. Nem járok gyülekezetbe. A Bibliát rendszeresen olvasom. A Karásos Sándorféle kör által kiadott Biblia kalauznak, én vagyok a szerkesztője most már, amióta Kövendi Dénes, aki kedves tagunk volt, és egy könyvszár, de ő meghaltná, azóta gyakorlatilag én vagyok a felelőse annak, hogy ez a nagykör, ez minden évben elkészítse maga a Biblia olvasó kalauzát. Tehát engem rettentően érdekel a Biblia, rettentően érdekel az, hogy mit mondott Jézus, vagy mit mondott Pál a földről, meg az emberről, meg a feladatokról ezen a világon. Számomra a kereszténység az nem egy, hogy mondjam, egy biztonság érzése, egy biztosság, hanem egy feladat. Tehát én nem úgy élem meg a magam Krisztus követését, hogy halál biztosan tudom, hogy mi az én feladatom és mit kell csinálni, hanem úgy élem meg, hogy minden nap, minden héten, minden évben állandóan végre gondolom és értelmezem magam számára azt, hogy most akkor hogy értem, hogy az, amit Jézus üzenet, hogyan tudom én őt követni.
vagy miért nem bírom eléggé követni. Tehát számomra ez egy feladat. És ezzel rengeteget vitatkoztam például Balázs unokámmal, meg Benedek unokám, aki református lábban nőtt föl, ő most katolikus papok szeretne lenni. Most mondtam neki, Benikém, lelked rajta, nagyon jó, nagyon jó. És ő, mint neofita katolikus lelkes, ő elképesztő módon tanulmányozza a Bibliát, és már kenterbe ver engem abban, hogy mi hol van a Bibliában leírva. És rengeteget vitatkoztam vele ezen, és ő, mint neofita, nyilván úgy érte meg a maga világát, hogy de nagyapád, hát le van írva, most mit kell ezen vitatkozni, le van írva világosan. És akkor én évek óta, legalább két évvel azon vitatkozom, hogy pedig én igazolva le van írva, csak kérdés, hogy mit jelent az, ami le van írva. Na jó, tehát az ő számára bizonyosság volt a Biblia mondata, az én számomra pedig egy megfejtendő, megértendő felfeladat. Na, mit mondjak még? Köszönöm, nagyon jó. Nem, tetszett nekem is, főleg a személyes példák, illetve az a tapasztalat, ami egy ilyen felekezetközi krisztusi testvériségről szól, ahogy látom. Tehát hogy tényleg egyértelmű az, hogy gondolkodhatunk máshogy is, lehet más kör felé is, oda-vissza, mert jó esetben egy közösségbe is tartozhatnánk, de én is valahogy így szeretnék tekinteni az egyházra, hogy azt érteném alatta, ami mindazoknak a közössége, akit Jézus szeretnénk követni. És hát ebben a fájdalomban, amit az elején említettél, elég sokan osztozunk, azt hiszem, hogy a töréseknek a kellemetlenségeit azért úgy látjuk, csak ebből is, hogy viszonylag kevesebben jöttünk most erre a témára, mint mennyire más fókusz témák jobban megszólították az embereket. A három kult szó közül, ugye, hogy teremtésvédelem, közélet és okumené, keresztény blognak a kiemelt témái közül. Az van még bennem kérdésként, hogy vajon azon túl, hogy hát a szervezésben is voltak hiányosságok, amiért elnézést kérek, mi lehet még a tematikai oldala ennek, tehát a fogalmi vagy identitásbeli különbözőség, tehát hogyha valaki azzal találkozik, hogy ökumené, illetve egyetemesség, hogy vajon miért kevésbé megszólító erő, mint hogyha mondjuk a fenntartható kertművelésről, vagy Pál apostolról, vagy ősközösségekről, vagy ökodemokráciáról beszélgetnénk. Erre van-e ötletettek, nem mondhatotok? Most másokról beszéltem. Akkor akár erről a ponttól, akár így az alap bevezető gondolataitól, honnan kezdenél, amit talán csak annyit reagálnék a kérdésre, ami számomra is a kérdés, méghozzá, hogy hol fog majd összetalálkozni az ökumené a zöld gondolattal. Tehát, hogy nem érzem lehetetlennek a küldetést, de szerintem mondjuk a szervezésben is benne lehet egy ilyen elem, hogy akik általában nyitottak ezekre a hívó szavakra, azoknak egy kicsit kakukktojás érzésük lehet az ökumené szónál. Lehet, hogy ez az egyik magyarázat. Hogy az összefüggés sem látszik olyan világosan, hogy miért, tehát, hogy akiket megszólít ez a fajta program, fenntartható fejlődés, teremtés, védelem, ökoközösségek kicsit meglepődnek, hogy az ökumené mit keres ebben a fogalomtárban. Nekem az a reményem, hogy majd itt addig ülünk és addig beszélgetünk, amíg megtaláljuk ezt a kapcsolatot. Tényleg egészen reménytelinek ítélem meg az alaphelyzetet, de azért bevallom, hogy én a kérdések alapján, amiket István elküldtél nekem előre, én főleg így a jezsuiták és az ökumenikus mozgalom történetéről készültem, tehát hogyha van erre némi érdeklődés, akkor ezeket elmondanám. Azért is, mert szerintem különösen szép és tanulságos ez, ahova ez elért a jelenbe, és hát ennek a jelennek vagyok én is mai jezsuitaként a része, amit meg örömmel hordozok vagy vállalok. Tehát, azt hiszem, hogy aki így a történelemkönyvek lapjain találkozik a jezsuitákkal, azoknak így az sokszor az a benyomása, ami rögzül, hogy na, az maga az ellenreformáció. Ja. És... Igen. Történelmi, hát úgy indult. Manapság már ezt is megpróbáljuk elvitatni. Igen? Igen, igen. Sokáig azért beleálltunk ebbe a fajta felfogásba nyilván,
ugye a közelmúlt évtizedeinek a fordulata kellett ahhoz, hogy megvakargáljuk azokat a történelmi forrásokat, és most másként értelmezzük őket, de lesz egy ilyen tagadhatatlan gondolat is. Tehát amit szeretünk elmondani az, és ezért is most már nem használjuk az ellenreformáció kifejezést, hanem szeretjük azt mondani, hogy a katolikus megújulás elősegítésre jött létre a jezsuita rend. És ez történelmileg annyiban korrekt, hogy most lesz 500 éve Loyolai Szent Ignác megtérése. Ez történészek ugye 1520-1521-re teszik, amikor hát ő ugye katolikusnak volt keresztelve, de egy világias katonai életet élt, ilyen udvarbeli pozícionálás, meg nemes hölgyek, meg ilyesmit érdekelték, és akkor a pamplonai csatában egy ágyúgolyó eltörte a lábát, és ez a kényszer szabadság, ez taszította őt egy olyan helyzetbe, ahol egy ilyen mély megtérésen ment át, és akkor kezdett aztán azzal foglalkozni, hogy akkor nem világi dicsőséget keressen, hanem az Isten dicsőségét mindenek előtt. És az alapvető koncepciója az volt, hogy úgy szeretne élni, mint az apostolok. És a Szentföldre zarándokolt, és azt gondolta, hogy hát ott kell föl alá járkálni és hirdetni az Isten országát, mert ezt csinálták az apostolok. Tehát amennyire lehet szó szerint vette. 1500-as években a Szentföldön mászkálni nem volt egy életbiztosítás. És végül nagyon, nagyon szigorúan megtiltották neki ezt, tehát eljutott a Szentföldig, ott volt egy apostoli vikárius, egy ferences szerzetes, és ő mondta, hogy nagyon szép jámborsági gyakorlat, hogy eljött ide zarándoknak, de most menjen inkább haza. És akkor át kellett gondolni azt, hogy milyen küldetést ad neki ezáltal a megtérés által az Isten, és hát akkor hazatért. Ugye a mai Spanyolország területére, és ott elkezdett. Ne így gondoltam, hogy miért küldte vissza az a ferenceset? Hát úgy gondolta, hogy ebből az ötletből... Mit akart védeni ezzel? Vagy ki? Hát valószínűleg Ignácot is, meg a keresztények és a muzulmánok ilyen törékeny egyensúlyát. Tehát ugye a ferenceseket egyfajta hagyományra való tekintettel azért még a muzulmán uralom alatt is megtűrték ott, és ez tudott biztosítani egyfajta szabadságot az zarándokoknak. És hogyha felépett volna ott egy ilyen vándor hittérítő, egyrészt lehet, hogy gyorsan megölték volna, másrészt lehet, hogy ebből nagy politikai botrány lett volna, hogy a túl erőssé vált. Hát igen. Visszajött? Visszajött, és akkor... túl erőssé vált. Elkezdte hirdetni a gondolatait ott a spanyol körökben, és ott mondjuk egy egészen másfajta veszélye jelentkezett ugye ennek a megújulási törekvésnek. Az Illuminátus mozgalom, vagy az Illuminátinak nevezték őket, tehát ez nem összekeverendő az összeesküvés elméletekbe szereplő Illuminátusokkal, hanem ők ezt a szót a Szentlélek megvilágosító erejére használták, és hát azt állították, hogy nem kell nekik az egyház közvetítése, mert ők a Szentlélektől tudják a helyes értelmezését a kereszténységnek, a Jézus tanításának, és hát így az egyházi hierarchiától független kereszténységet vizionáltak. Na már most, hogy Szent Ignác... Majdnem olyan, mint ugye a protestáns voltak. Ez is egyfajta protestáns. Hát igen, hogy nem kell egy egyház szervezet, én az Úristenre személyesen is tudok beszélni. Igen. Nem kell a pápa. Hogy azt hiszem, hogy ebben a közegben lehet érezni, hogy ugyanazokat a problémákat látták a katolikus egyházban, a reformerek, az Illuminati, Szent Ignác. És hogy fogadta ezt az akkori nagyon erős államegyház, tehát a királyi család körül? Tulajdonképpen Szent Ignác nem volt tagja ennek a mozgalomnak vagy közösségnek, de hát ugyanúgy lépett fel, mert hát nem voltak tanulmányai, nem volt teológiai diplomája, és mégis hirdetett valamit az Isten országáról. Erre úgy reagált az akkori államegyház, hogy az inkvizíció párszor őt börtönbe vitte. No, még egész szerintem. És hát kivizsgálták az ő tanítását meg az ügyeit, és nem találtak benne kifogásolni valót, de különböző megszorításokat, meg előírásokat adtak neki mindig, amikor szabadon bocsátották, és akkor hát az egyik következmény ennek az volt, hogy beiratkozott a teológiára, hogy akkor legyen pecsétes papírja a dologról. Hát, ha akkor kevésbé fognak belekötni. És úgy tudjuk, vagy úgy gondoljuk, hogy a szerzet alapítás gondolata az már az első időszakban a spanyol egyetemeken őt elkezdte foglalkoztatni, tehát barátokat gyűjtött maga köré, és arra gondolt, hogy hát, ha majd ebből valami olyan közösség lesz, vagy mozgalom, ami ennek a megújulásnak az eszköze lehet. És hát aztán ott még további bonyodalmak voltak, és akkor végül elhagyta Spanyolországot, és Párizsba ment, és a Párizsi Egyetemen
talált egymásra az a baráti kör, akikkel végül megalapította a Jézus társaságát. Uh-huh. És hát nagyon érdekes, ilyen érintőleges száll ez így a történelemnek, hogy azt mondják, hogy ebben az időszakban, amikor ő ott tanuló volt, Calvin akkor látogatóba járt Párizsba, és akkor elkezdte ott Párizsban népszerűsíteni az ő téziseit vagy nézeteit, és hogy az egyik közeli barátja Ignácnak, aki maga is még egy ilyen heves, diák, lelkületi tanuló volt, nemes ifjú az egyetemen, a Havéri Ferenc, vagy Xaveri Ferenc, igencsak szimpatizált is Calvin tanaival, és hát tulajdonképpen csak a személyes barátság Ignáccal volt az, ami végül is őt arra húzta, hogy maradjon meg katolikusnak, és akkor a megújulásnak ott álljon a szolgálatában. De hogy talán ebben az időszakban még nem is látszott az, hogy szakadáshoz fog vezetni, vagy mekkora szakadáshoz vezet az, hogy itt ilyen-olyan tanok megjelentek. Tehát azért Párizs ez egy szabadabb szellemi közeg volt, és hát ezekben a vitánkban akár Calvin személyesen is megjelen. És összegyűlt ez a társaság Szent Ignác körül, és akkor ezt az eredeti álmot próbálták elővenni, hogy a Szentföldre menni, és ott úgy járni kell, mint az apostolok. Ez most már annyira se sikerült, hogy nem jutottak el a Szentföldre sem. Tehát évekig vártak a Velence környékén, hogy hajóra szállhassanak, de akkor elgurult a helyzet, és nem engedélyezték, hogy a törökökkel való konfliktus miatt már az se, hogy az arándokok útra keljenek. És a B tervük volt az, hogy felajánlják a szolgálatokat a római pápának. És amikor eljutottak ideig, akkor a pápa azt kérdezte tőlük, hogy jó, mielőtt elküldenek titeket a különböző szolgálatokba, meg akartuk-e formálisan alakulni közösségé. Mm-hmm. És erre volt egy szép tanácskozásuk, és akkor így döntöttek a szerzet alapítás mellett. Innen származik ez a különleges elköteleződés is a pápa mellett. És ez egy nagyon érdekes pont, mert... Ez egy fordulat azért, hogyha megnézzük az ő pályafutása, a Szent Ignác pályafutása. Igen, igen, igen. Mert ugye úgy indult el, hogy nem kell a pápa, nem kell a hierarchia, ő közvetlenül tud kapcsolatot teremteni Szentlélekkel, és akkor ugye Párizs, különböző hitviták, Velence, Róma. Igen, hát ugye nagyon fontos ebben talán az, hogy ezt a negatív állítást, ezt Szent Ignác soha nem propagálta, tehát hogy nem kell a pápa, ezt így nem mondta ki. Pozitívan megfogalmazta azt, és ez mind a mai napig benne van a lelkigyakorlatos könyvében, ami alapján a jezsuiták a lelkigyakorlatok szép hagyományát vitték az évszázadok alatt, és most is ez az egyik legfontosabb szolgálatunk. Tehát a lelkigyakorlatos könyvben benne van, hogy aki kíséri a lelkigyakorlatozót, az tulajdonképpen csak támogatja azt a folyamatot, amiben a teremtő a teremtőjével közvetlenül társul. Tehát pozitív értelemben megvan ez a tudatosság Szent Ignácban, hogy a teremtő a teremtőjével igenis kapcsolatban van. Negatív értelemben, hogy ehhez nem kell a hierarchia, ezt ő nem erőltette, és így megmaradt a katolikus egyház berkeinkben. Okosta. Sőt, az a Manréza, ahol ő de az Spanyolországban van. Igen, igen. Igen, az első zarándok útja előtt van. Igen. Tehát ott írta össze a lelki gyakorlatos könyvanyagát, akkor azért azt gondoljuk, hogy a saját személyes megtérés érdeknek a legjobb részlete az már meg volt neki. Mint hogy én módszertan tanítottam az egyetemen, azért nagyon érdekelt a jezsuiták oktatás rendszer, úgyhogy a Ratio Studiorum, aztán ez a klasszikus jezsuita oktatás rendszer. Az nagyon érdekes volt, hogy akkor már kitalálták az osztályrendszert, a osztály szerinti csoportosítást, nem tudom is már. Tehát, hogy innen haladunk abba az irányba, ami aztán így az ellenreformációval egy kicsit összefonta a jezsuiták sorsát, hogy jó, megalakult a Jézus társasága, elkezdtek az érdeklődők is jelentkezni, és a pápa elkezdett feladatokat rájuk bízni, és hát például a német ajkú területeknek valahogy a megtérítése vagy visszatérítése az kimondott feladat volt. Uh-huh. És hát mondják azt, hogy az így kiküldött kitérítőknek köszönhetően mondjuk azt, hogy Ausztria vagy Bajorország azért többségében katolikus maradt, és teológiai tanácsadóként a tridenti zsinaton is jelen voltak jezsuiták, bár ők nem voltak szavazók, vagy nem is nagyon volt még abban az időben jezsuita püspök. De ugye maga a papképzés, ami
Ami megjelent, vagy manapság is jellemzi a katolikus egyházat, mint az alapstruktúráját nézve, az a tridenti zsinat, által egységesített papképzés. És Szent Ignác már előtte írta a rendalkotmányt, és ő, neki ez volt az egyik nagy újdonsága a szerzetek történetében is, hogy általában a szerzetesi életmód az egy viszonylag nyugalmas, kiszámítható életmód volt, és a regula az arról szólt, hogy ez az életmód, ez hogy néz ki. Szent Ignác pedig egy olyan közösséget akart alapítani, ami sokféle feladatra alkalmazható, ezért nem lehetett egy kiszámítható életmódról beszélni, hanem arról szól a regula nagy része, vagy nálunk rendalkotmánynak hívják, hogy hogyan készíthető fel a jelentkező a feladatok sokféleségére. Tehát gyakorlatilag a rendalkotmány, nem tudom, 80%-ában egy képzési könyv. És tulajdonképpen ilyen értelemben a jezsuiták egy párhuzamos képzési rendszert kezdtek kicsit előbb kiépíteni, mint a tridenti reform. És hát elsősorban az érdekeltségünk abban volt, hogy jezsuita utánpótlást képezzenek, de nagy volt az igény a nemesek körében, meg fölmerült az az igény is, hogy tehát a szegény embereknek és a felemelésére, ugye az oktatás mennyire alkalmas, tehát hamarosan megnyíltak a jezsuita iskolák a világi hallgatók előtt is. És akkor így jelent meg ez a jezsuita oktatási rendszer, ami azért a kor forrongó szeremléi áramlatai között mégis egyfajta klasszikus műveltségre tette a hangsúlyt, tehát a humanisztikára, a vitatkozás művészetére, hát ugye ezt nagyon kultiválták akár a reformátusokkal vagy protestánsokkal való viták miatt is. Valahol egy igen megtisztelő módon ajánlják Szent Tamás és a skolasztika elmélyű tanulmányozását is, de ugyanakkor a legkorszerűbb filozófiai disziplinákat, és hát azt tudjuk, hogy abban a korban a filozófia disziplina volt igazából minden, tehát hogy a matematikától kezdve a jogtudományon át voltak hangsúlyok, hogy mit ajánlott Szent Ignác és mit nem, de hát például a Ratio Studiorum megírásában benne volt az a gondolat is, hogy a matematikát, a térképészetet, a biológiát, a gyógyszerészetet, hogy ezeket is tanulják a jezsuiták, és hát például a misszionáriusoknak ez nagy előnyére vált, hogy tulajdonképpen amikor valami vonzót kellett felmutatni az idegen népek előtt az ő általuk hozott kultúra gyümölcséből, akkor ezeket a tudományokat tudták felkínálni. Hadd kérdezem már meg, hogy van annak valami fajta dogmatikai háttere, hogy a jezsuiták a Szent Háromságból Jézus nevét viselik, hogy csak az egyiket viselik. Ez, én azt hiszem, hogy Szent Ignác megtéréséhez köthető, tehát hogy ő apostolként Jézust akarta követni, és ez a nagyon személyes megszólítottság, vagy személyes kapcsolat Jézussal, ez az, ami így a legerősebb. Elég sokat ír Szent Ignác az atyáról is, és hát azt feltételezzük, hogy valószínűleg emiatt az inkvizícióval vett kalandjai miatt a Szent Lélekről nagyon keveset ír. Tehát, hogy amiatt ott párszor közel került a tűzhöz, vagy nem tudom, és akkor így Jézusnak lett a legnagyobb a hangsúlya ilyen értelemben. Az Atya is nagyon sokat szerepel, és a Szentlélek viszonylag keveset. És hát akkor aztán így elindult a jezsuita történelem, és tényleg nagy alakjai lettek így az ellenreformációnak, mint például így katolikus körökben ismeri Pázmány Péter, aki valamikor jezsuitának indult, aztán ugye a püspökség miatt a rendet ott hagyta, vagy hát a rendi fogadalmak alul fölmentették. És megalapította az ELTE elődjét. Így igaz, így. Ahogy tanítottam. És ezek azért nyilván vad időszakok, tehát oda-vissza elég sok minden történt, és sok fájdalmas dolog is történt. És érdekes látni minden ebből a korszakból, tehát talán a 16. század vége, 17. század eleje, hogy főleg így a lengyel területeken, vagy Ukrajna, vagy Oroszország, tehát ugye az akkori határok azért másképp voltak, de hogy ott is elindult egy misszionáriusi munka. A jezsuiták mentek ebből oda is. És hogy ilyen értelemben meg szoktak emlékezni azért a szerzők, mondjuk a szlávaik, a görög katolikus egyházak létrejöttek kapcsán a jezsuitákról, hát kik pozitívabban, kik negatívabban. Tehát mondjuk a Brest-Litovszki Unió, vagy az Ungvári Unió, ma vannak, akik úgy mondják, hogy hát az azért nem volt egészen kényszertől mentes. És a tridenti szemléletben valahogy ez a visszatérés volt, hogy hát az igaz egyház, a katolikus egyház és a tévejüknek kell visszatérnie, tehát azért nem volt egészen egyenes a pálya.
hanem egyfajta aláfölé rendeltségi helyzet, az bele volt kódolva a megközelítésbe. És hát tényleg ez voltak, akik nehezményezték is, vagy voltak, akik árulásnak élték, meg ugye a ortodox fél felől az, hogy unióra léptek egyes püspökök, papok. És ugyanakkor nagyon fontos látnunk, hogy főleg a keleti keresztény egyházaknál ez a nemzeti identitás kérdésével is nagyon egybefonódott. Tehát például azok a rutének vagy huszinok, akik mondjuk áttértek az unióba, azok egyesek szemében mondjuk lengyelekké váltak, mert hát a katolikusok azok a lengyelek. És ezek az érzékenységek azért szerintem ma is, főleg a keleti egyházakkal való párbeszédben ott vannak. És nekünk ezt nehezebb látni talán így a nyugati történelmi egyházak szemüvegén keresztül, hogy hol mennyire tud összefonódni a felekezethez kötő identitás a nemzeti identitással. Főleg mondjuk egy olyan esetben, hogyha az ember nemzeti kisebbség, mint mondjuk egy szír keresztény közösség, ahol nehéz elválasztani azt, hogy akkor ők mennyiben egy etnikai csoport, vagy mennyiben egy vallási csoport. Igen, igen. Most konkrétan Szíriában arra a közösségre gondolok, akik van egy közösség, aki még az arámi nyelvnek valamilyen változatán beszél, nagyon elszigetelten. Azt hiszem lehet, a hegyvidékben élnek, elszigetelt településeken, de tulajdonképpen azt mondják a nyelvészek, hogy ez a legközelebbi ma élő nyelv ahhoz, amit Jézus valaha beszélhetett. Igen. És akkor mi van az ókumenében? Tehát... Meg a jezsuitákkal. Így bábáskodtak, szerintem már az Ungváriumnál biztosan a jezsuiták, amiről egészen biztosan ki lehet mondani az a Gyulafehérvári Unió, tehát hogy a román ajkú görög katolikusoknak a létrejötte, az ennek köszönhető. És hát ugye a magyarországi görög katolikusok is valahogy ezekből az uniós törekvésekből jöttek létre. Mit jelent ez az unió szó itt ez esetben? Hát a katolikus pápa főségének az elfogadását, hát abban az időben még egyéb kitételeket is megköveteltek így az uniónál, például ilyeneket, hogy ismerjék el, hogy érvényes szentmisét lehet bemutatni kovásztalan kenyérrel is, mert hát az ortodox szertartásban kovászos kenyérrel ünneplik a liturgiát, vagy hogy ugye annak idején fellángolt skizma a filiók vita esetében fogadják el azt, hogy a katolikus álláspont is hihető vagy elfogadható. És hát volt egy erős latinizálási törekvés, de az végül nem fajult el annyira, hogy teljesen át kellett volna venni a latin ritust, tehát megtarthatták a saját liturgiájukat, és aztán bár csak évtizedekkel később, vagy lehet, hogy akár évszázaddal is, de végül maguk a jezsuiták voltak azok, akik segítettek kiharcolni a közjogi egyenlőséget. Tehát mondjuk ugyanazokat a kiváltságokat és mentességeket kapják meg a király vagy az állam felül a görög katolikus lelkipásztorok, mint a katolikus papok vagy a protestáns lelkészek. Tehát végül azért ott voltak a jezsuiták abban, hogy egy egész jó igen, helyzet kerekedett ki ebből. Hát sok fájdalom van ebben, a keleti keresztények oldaláról ma is értelmezik úgy, hogy ez egyfajta bekebelezési kísérlet volt. És hát mondjuk a jezsuiták oldaláról, hát a rendtartományoknak és a környező országoknak a védőszentjei, a kassai vértanúk, protestánsokkal való vitában, a katolikus hit mellett való igen, végsőkig tartó kiállás miatt vesztették az életüket. Például Bobola Szent András, aki a lengyelek, litvánok egyik nagy szentje, ő pedig valószínűleg a kozákok, akik ugye hát mai értelemben ukrán pravoszlávok lehettek, tehát a kozákok. Ezek jó, között, van pravoszláv templom. Igen, halt meg a katolikus hitért. És hát ugyanúgy nézhetjük azt, hogy a katolikus ellenreformációnak a mostanában. Kerestem ki ebbe katolikus templomot, nem találtam. Pedig elvileg kéne legyen. Elvileg lehetne, igen. 3 milliós település, jó napot lett rám, de májusban voltam ott, és direkt kerestem, kérdeztem, senki. És ami megdöbbentő, nagyon szerény a vallásosság. Van egy rész, ami egészen, még azt is mondhatom, hogy ilyen, mint egy zárvány, mint egy régészeti lelet, kulturális régészeti lelet. Úgy Kijevnek egy része ilyen kerítésekkel körülhatárolt, egy a kerítésekkel körülhatárolt.
különböző pravoszláv templomok csoportja. De ugye a hétköznapi életben nincsen annyira jelen a vallás, mint Magyarországon. Nagyon megdöbbentett. Ugyanakkor a babonáikba, vagy hogy mondjam, az ilyen hétköznapi embereknek a különféle ilyen negatív megjegyzéseibe, lehet, hogy ez a szocializmus miatt maradt meg, ott viszont jelen vannak. Nem káromkodás szinten, hanem hogyha valami rosszat akar kifejezni másikról vagy az adott szituációról, akkor tele teszem vallási elemeket a beszédébe. Nagyon kellemetlenül éreztem magam, mert ez Magyarországra viszont nem nagyon jellemző. Káromkodásot beletesszük, de egyébként a mindennapi életünkben nem annyira jellemző, hogy egy rossz helyzetet valamilyen vallási hasonlattal elemezünk. Na, csak egy ilyen. És sajnos tényleg, hát ezek szerint nem csak a létező szocializmus törölte onnan ki a katolicizmust, hanem már korábban is volt egy ilyen feszültség, ami nem jutott tovább. Lehet, hogy a galiciai részeken ott még vannak. A Kárpátokon innen, Kárpátalján van ukrán ajkú, görög katolikus egyház is, igen, erősebben. És hát ugranék egy részt a történelmi részül a jelen korra. Hogy hát ezután a fájdalmas, de mégis azért például ugye a keleti keresztényekkel való párbeszédben azért néhol jó gyümölcsöket hozó jezsuita múlt után, így a II. Vatikáni zsinat hozott egy nagy fordulatot, illetve hát már ugye előtte elindult az ökumenikus mozgalom, amit akkor még a katolikus egyház is úgy olyan óvatosan figyelt. És a II. Vatikáni zsinat idején ülésezett a jezsuitáknak a 31. általános rendgyűlése. És ez a rendgyűlés ez úgy történt, hogy fel is függesztették a rendgyűlést, hogy megvárják a zsinat befejeztét, hogy majd a zsinati határozatokkal összhangba tudják a rendgyűlésnek a határozatait is meghozni. És egy egész határozat foglalkozik a 31. rendgyűlésben is az ökumenizmussal, vagy a jezsuiták és az ökumené dolgával. És hát ezek szerintem nagyon fontos dolgok benne, hogy tartalmaz egy bocsánatkérést a történelem folyamán elkövetett bűnökért. Tehát elismerve ezt a múltat, bocsánatot kér mindazoktól, felekezetekről, személyektől, akiken valahogy így a jezsuiták vagy a jezsuiták munkája által, vagy annak a hatásaként sérelem esett felekezetek közötti feszültségekben, konfliktusokban. Másrészt pedig üdvözli a II. Vatikáni zsinatnak az összes olyan dokumentumát és határozatát, ami ugye ez az ökumenikus törekvést a katolikus egyházba is beemelte, és a fontos dolgok rangjára emelte, és akkor ilyen dolgokat irányoz elő, hogy például jelenjen meg ez az ökumenikus törekvés a jezsuiták képzésében és lehetőleg minden jezsuita oktatási intézményben. És erről így olvastam például egy nagyon szép példát, Amerikában számos jezsuita egyetem van, és például az egyik egyetemen, ahol a jezsuiták is tanulják a teológiát, pont erről az időszakról, a reformációról közös kurzust tart egy jezsuita, pap és egy evangélikus lelkész professzor. Mm-hmm. És így a jezsuita képzésben egyenlő félként mind a két fél álláspontja történelmi felfogása és jelenkori teológiája is megjelenik. És hát az igyekezet vagy a remény ott van, hogy hát nem is csak a jezsuita képzésben, hanem minden oktatási intézményben, ahol világiakat is képeznek a jezsuiták, ott is megjelenjen ez a szemlélet. Aztán három fő területet nevez meg ez a dokumentum, ahol bátorítja, hogy a jezsuiták vessék be magukat így az ökumenikus cselekvésbe. Az egyik a Szentírásnak a közös tanulmányozása. Tehát itt azt mondja, hogy hát sokat tanulhatunk a protestáns testvérektől, és igen, gyümölcsöző lehet, hogyha közösen az eredeti forrás felé fordulunk, és a Szentírást együtt tanulmányozzuk. A másik a közös imádságok, és lehetőleg minden közös istentiszteleti alkalom, ahogyan ezt kinek-kinek a egyház fegyelmi rendje megengedi, de hogy minden ilyen alkalmat keressünk, és lehetőleg imádkozzunk együtt, és csak harmadikként pedig a szeretett szolgálatok, tehát hogy ahol segélyszervezet van, ahol a diakónia megjelenik már, mint hogy ez az arca az egyháznak, hogy a szegényekhez forduló Krisztus,
ott tudunk együtt dolgozni, és ez is egy fontos jele az egységünknek, hogy vannak vitás kérdéseink, de ahol cselekvésre hívunk, hát az Isten ott tudunk váltva megjelenni. És nagyon szép, hogy még a 34. általános rendgyűlés visszatér, ott is van egy dekrétum az ökumenizmusról, és az pedig ez az egyik szép mondata, hogy az ökumenizmus az nem valami olyan dolog, amit még a szokásos dolgaink mellett csinálunk, vagy hogy kiképezünk rá pár specialistát, hanem az ökumenikus szemlélet kell, hogy áthassa minden cselekvésünket. És én azt remélem, hogy jezsuitaként ebbe a hagyományba élek, és tényleg az én vágyom is, hogy minél több dolgot így tudjunk együtt csinálni. Ezért is örülök például egy ilyen alkalomnak. És például ez, hogy a teremtésvédelemért együtt tegyünk valamit, ez is egy ilyen terület lenni, ahol ez a szemlélet, hogy keresztényként nekünk együtt kell vállalni ezt a feladatot, visz bele minket egy konkrét témába, egy konkrét cselekvésbe. Igen, köszönöm. Igazából már ezért megérte eljönnöm, úgy érzem, meg hogyha felvételt el tudjuk majd rakni a netre, és ott többekhez is eljut. Tehát ezek annyira építő példák és gondolatok voltak szerintem, hogy hála érte. És igen, nem is feltétlenül van rá szükség moderátorként, tehát annyira jól halad ez magától. Esetleg a kezdeti felvetésemre, tanár úr, neked is van olyan ötletet, hogy az egyetemesség mint hívószó, vagy az ökumeni témának a megszólító értéke, az ő miben más attól, mint mondjuk egy zöld mozgalmi kezdeményezés? Nem tudok annyira válaszolni, de azt tudom mondani, hogy egy olyan konkrét témának, hogy kókoszálás tanfolyamot hirdettek, arra többen jelentkeznek, mert ez egy konkrétum. Már pedig az, hogy ökumenikus egység felé közelítés, vagy az, hogy a földvédelem érdekében valamifajta egységes rendszert alkotni, de annyira tág és általános, hogy ezért nem tudom megmutatni, nem tudom lenni kezdeni azonnal. De amit te elmondtál, abban is világosan kiderül az, hogy az ökumenizmusnak az a lényege, hogy mindannyian a Krisztus követésben ugyanazt a szekeret toljuk. Lehet, hogy az egyik húzza, a másik tolja, de lényegében ugyanannak a szekérnek a haladását segítjük. Jó, de egyfelé. Egyfelé. A teremtésvédelem pedig azt jelenti, hogy mint hogy az egész Föld csak egyben védhető meg minden esetben, ezért azt jelenti, hogy mind a 7,5 milliárd embernek feladata az, hogy együttműködjön ebben, hogy a teremtett Föld megmaradjon számukra. De azért ne felejtsük el, hogy a minden teremtésvédelmi gondolat felemás érzéseket kelt egy csomó emberben. Tudnélikén a hagyományos európai kereszténység az hát nem volt természetvédő. Tehát most Assisi Szent Ferenc kilóg ebből a sorból, de se Szent Ferencig, de utána még legalább 3-400 évig nem volt igazán jelentős az egyházak. Sem a katolikus, sem a protestáns egyházaknak az életében nem volt jelentős az, hogy a teremtés védelme, a Föld, az élőlények védelme. Tehát egyáltalán nem volt. Valljuk be töredelmesen, hogy évszázadokon keresztül az a látáspont dominálta, hogy csak a túlvilág az igazi, ez a világ, ez a bűn tanyája, ez a rosszra való csábítás, meg egyéb ilyen. Tehát tegnap előtt voltam az S4-ben a háló T2 konferencián, vagy beszélgetésén, és ott is elmondtam a példát, hogy eszembe jut erről egy április dalos vers. A csavargó halál gondolom. Uram, a tél bevert a templomodba, álltam vaspántos portálon belül, és úgy kihagytam belőle, és úgy hallgattam, amit beszélt papod. Katolik Istenben. És akkor idézi a papod, ez világot szívedben megutáljad, és úgy menj ki belőle mesztelen. Megszól a csavargó, azért, Uram, te ezt nem akarhatod. De maga a történet az világos példája, világosan jelzi azt, hogy ezer olyan katolikus, református, stb. Lelkipásztor, pap volt, van Földön, akik még mindig abban a gondolatkörben élnek, hogy az anyagi világért, minek az anyagi világért küzdenet, annak nincsen jelentősége. Csak a lelki életnek és a túlvilágnak a jelentősége.
És hát én éppen ebben vagyok teljesen Schaden követője, aki meg azt mondta, hogy na de hát ennek a világnak nem csak a szellemi, hanem az anyagi fejlesztésével, előremikelével együtt haladunk azon meg a pont felé, a Krisztusra való parúzia irányába. Tehát végig kell gondolni a minden egyháznak azt, hogy abba kellene hagyni ezt a anyagi világ ellenes látásmódot, hogy ez a hitványság, ez a gyarlóság, ez az értéktelenség. Nem, a kettő együtt érvényes. Hát ha az Úr azt mondta, hogy is ez jó, tehát az anyagi világra azt mondta, hogy jó, akkor milyen alapon becsüljük le, hogy az csak a bűntanyája. És azt mondom, hogy ezen nem tiltózhat, más sem ez az állítás ellen, hogy évszázadokon keresztül a katolikus és református egyház is tulajdonképpen természetellenes volt. Semmibe vette az állatok, növények, stb. Emberek, hogy ezzel sem tudott a kérdés, hogy oda kellett figyelni a természetbe. Sajnos. Nagyon, nagyon érdekes gondolatot hoz. Például a hangkiselemé, így a szimbólumokról, az Emberi Játék című könyvében is foglalkozik ezzel, hogy az alap törekvése az embernek, és mondjuk így a szimbolikus szinteken ez nagyon mélyen megmozgat minket, az, hogy a káosszal a rendet állítsuk szemben. És ezekben az évszázadokban szerintem teljesen világosan a természet az a félelmetes vad káosz, és a város, a kiépített emberi kultúrkörnyezet, az a rend. És hogy valahogy talán így, nem tudom, a rossz szó környékén érkezik el egy fordulat, ahol az ember felismeri, hogy a város is káosz, és elindul egy vágyódás a természet rendezettsége felé. De hogy azt hiszem, ez a szimbolikus valóság, ez most is mélyen ott él bennünk, és főleg, hogyha valaki városban nő föl, és nincsen tapasztalata a természet szépségéről, jóságáról, rendezettségéről, akkor ugyanez a dinamika működhet benne. És nehéz is talán ezt feloldani, vagy nem is kell, mert hogy ugye a Jelenések könyve pedig ugye az égi, a mennyei Jeruzsálemről, tehát az égi városról beszél, hanem valahogy talán ez a felismerés, hogy akár a városi életformánknak az átalakítása is szükséges ahhoz, hogy az is egy természet közelibb legyen, hogy ne egy ellentétben legyen. Tehát a rend és a káosznak ez az ellentéte, amit ugye szívünkben érzünk, és amiről a vallásnak kell is beszélnie, ez ne vetüljön ki így a teremtett világgal való harcát belőlünk, hanem a teremtett világgal szövetségben és a teremtett világot művelve és ápolva tudjuk valahogy magunkat is művelni és ápolni. Igen. A káosz és a kozmosz. A tohu, a bohó és a rend, valami esmi. De hát azért látnunk kell azt, hogy az egyházak részéről ez nem mindenki számára könnyű lépés elfogadni azt, hogy a teremtett világgal együtt haladjunk Krisztus felé. Most már hál' Istennek a második Vatikán-i elve, túl vagyunk ezen az akadályon hivatalos szinteken is. Nyilván én is találkoztam meg olyan példával, ahol hát általában azért nem nagy városi értelmiségi körben, hanem ahol még így jobban népegyház modellben gondolkodnak egyes falvak környéken, hogy nem feltétlenül tartják a lépést ezzel a fejlődéssel, szemléletben, de mondjuk amit Ferenc pápa képvisel, az nekem egy abszolút szimpatikus változás, még ezen túl is, amit a második vatikáni zsinat is elindított, illetve továbbít, vagy akár, hogyha még így hatodik pálnak, meg az ortodox pátriárkák fejének a találkozására gondolnék még egy ilyen kiegészülődéses lépésként, vagy ahogy második János pápa együtt lépte át úgymond az ezredfordulónak a küszöbét szimbolikusan az ortodox pátriárkával, meg az anglikán vezetővel. Szóval én ebben a folyamatban én úgy lehetem, hogy Ferenc pápa is nagyon szépen fölvesz egy olyan fonalat, vagy tovább is visz, ami üdvös és kívánatos annak érdekében, hogy valahogy életre tudjuk ezt látszani, amit Jézus a főpapi imájában megfogalmazott, hogy egyek legyenek, hogy elismerje a világ, hogy ő küldött. Mármint, hogy az Atya küldte őt. Világos. Igen. Na, szóval nyilván te is tudod, hogy a második vatikáni zsinat azért főleg katolikus berkekben nagyon sok ellenérzést is kiváltott, és mindmáig ott tartunk, hogy a második vatikáni zsinat egy csomó, hogy olyan felszabadító gondolata, mondjuk például a lengyel katolikusok számára majdnem nem elfogadható. Tehát a második vatikáni zsinat irtóztató fontos volt, azt gondolom, de még mindig nem tört át. Még mindig nem épült be az emberek
óriási járnyalában az a gondolkodás volt, amit ő képviselt. Ferenc pápa ebben a szempontból fantasztikus eredmény, mert ő tényleg azt a vonalat követi, amit a második Vatikáni Zsinat elkezdett. Tehát én ilyen szempontból őt egészen kus figurának látom a hit és a tudomány kapcsolatát, a vallás és a földvédelem, teremtésvédelem kapcsolatát, illetve a környezetvédelem megerősítése érdekében az elmúlt 10 évben vagy 20 évben a legnagyobb az Ferenc pápa említette el a világot. Ezzel a Laudato Si enciklikájában, amit ott megírt, az ökológiai megtérés, ez, de tudni kell azt, hogy sokak számára ez botránkő, ez az ökológiai megtérés. Én ezt fantasztikus gondolatnak érzem, és vallom, és mondom, lelkemről beszél, és egyszerűen leburgok Ferenc pápa emberi nagysága előtt. Egy csomó más pozitív tulajdonsága alapján is, hogy nem arra keresztet hordva a nyakában, hanem vas keresztet, és nem az elegáns szállóban lakik, hanem a szerzetes otthonban. Nem külön hozatja fel az ebédet, hanem lemegy ebédelni, stb. Nem fölrendelje a titkárát, hogy valamit csinál, legyalulul a másik emeletről a portára, és elmondja, mit kell csinálni. És való elképesztő küldetés tudattal éli meg azt, hogy Krisztus követőjeként kell élnünk. De hogy ez valami fantasztikus, de tudunk el, hogy ez millió és millió emberben ellenőrzést kell. Benne van a pakliban az, hogy egy éven belül ellenpápát fognak választani valahol. Nem tartok. Azért egy nyugalmasabb szervezet. Főleg a lengyelek, csak figyeljetek. Nem. Hogy hát? Nem. Volt már példa most a, úgymond a 20. században? Nem. Hát ellenpápára nem volt példa, de volt. Volt olyan csoport, a lefebristák, akik kiváltak az egyházból, aztán 16. pápa próbált nyitni feléjük, és például így a tridenti rítusnak az engedélyezése, az újraengedélyezése, az például egy ilyen nyitó lépés. Tehát ez a lefebr érseket követő csoport, ez egészen azon a vonalon van, hogy hát ez azért túlzó dolog volt. Elsősorban a liturgikus reformot emlegetik, de hát mögötte az egyház képpel kapcsolatos gondok is ott vannak. És hát nem is oldotta meg tulajdonképpen a liturgiára vonatkozó engedékenység ezt a szakadást, tehát hogy ott vannak ezek a konzervatív körök, és vannak, akik a trálás szélén vannak. Tulajdonképpen azért, hogyha az ember most ezt a szót használja rájuk, hogy konzervatív körök, de tulajdonképpen hogy mit konzerválnak, ez a kérdés. Én szerintem, hogyha valaki nézi a Ferenc pápa tevékenységét, megnyilatkozásait, nézi a II. Vatikáni zsinatot, épp úgy, ahogy a tridenti zsinatnak, nekik is az volt a törekvésük, hogy visszanyúljanak a forráshoz, tehát a Szentíráshoz és az őskeresztényekhez, és ahhoz a fajta lelkülethez, ami aztán mindig megújította az egyházat a kereszténység évszázadaiban. És amihez pedig néha talán nagyon is érthető emberi vagy csoportdinamikai, szociológiai ilyen ösztönök mentén próbálunk ragaszkodni, az a fajta társadalmi rend, amiben élünk és amit szeretünk, és hogy ezek a csoportdinamikák, ezek ott vannak, akár az életmódunk megváltoztatását kérni tőlünk a teremtésvédelem, akár mondjuk az Isten tiszteletünk módján, vagy az egyházszervezetünk, kinek a főnöke, meg nem tudom, átalakítását kívánná az ökumenizmus. Tehát a kényelmes csoportjainkhoz szeretünk szerintem ragaszkodni, és az evangélium az pedig mindig konfrontál minket ezekkel a dolgokkal, hogy kérem, itt az egységért kéne tenni valamit. Kérem, itt a teremtett világban is másik kéne válni. Bennem gyönyörűen rímel Ferenc pápa két attitűdje. Az egy az ökumenikus attitűdje, hogy ő a pravoszlávokkal is keresi az együttműködést, sőt a zsidókkal, meg a mohamedánokkal is keresi az együttműködést. Ilyen értelemben, hogy mondjam, szuper ökumenikus irányzata van. És ugyanakkor pedig a teremtett világ megőrzéséért ugyanúgy ott is az egységet próbálja megteremteni, hogy az emberiség egységbe forjon a teremtett világ megőrzéséért. A kettő ez gyönyörűen szimmetriában van benne. Például ez egy találkozási pontja így pont az ökumenének és a teremtésvédelem gondolatának, hogy a keleti kereszténységben egy nagyobb hagyománya van annak, hogy a keresztény küldetéshez hozzátartozik a teremtett világ megszentelése. És hogy a liturgia is tere annak, hogy ahogy az anyag megszentül, vagy átistenül, vagy hogy valahogy bevonulik ebbe a mennyei valóságba maga a teremtett világ is. Ez nekem újdonság, hogy a keleti keresztények világában erősebb a természet szeretet? Lehetséges, hogy ez egyszerűen ázsiai hatás? Nem.
Én követ dobnék itt most ebbe a vízbe. Az egyik gondolatom az, hogy a Biblia az sokkal többet elmond az ember és természet viszonyáról, mint a felekezeti egyház szervezetek. Tehát, hogyha olvasod a Bibliát, akár a Ószövetséget, akár az Újszövetséget, akkor könnyebben találsz fogózót ahhoz, hogy teremtés védelemről beszélj, mint hogyha elkezded ezeket az enciklikákat, meg a, mondjuk a református egyháznál különféle zsinati határozatokat olvasgatni. Mert azok nagyon sok praktikus vonatkozást tartalmaznak, amik az ember-ember közötti viszonyt próbálják valamilyen módon magyarázni vagy irányítani. A Biblia ennél sokkal többet mond, és van egy olyan kérdésem, valójában ez a kő, hogy mikor fognak újabb könyveket beletenni a Bibliába. Könyveket. Beletenni. Olyat, ami már meg van írva, és beletenni. Mert ugye azt tudjuk, hogy ez a zsinati határozattal született a Biblia. Tehát, hogy a deuterokanonikus vagy apokrif iratok között valamit még beemeljenek a Bibliába? Ez viszont egy kérdésem, hogy az apokrifokat mikor fogják majd beemelni, mert sokkal közelebb lenne ez a oikumenéhez és a teremtésvédelemhez, mert ezeket én nagyon hiányolom például a Bibliából. Mert vannak olyan apokrif iratok, tehát olyan bibliai időből származó iratok, amelyek nem szerepelnek, mert azt azért te is tudod, ha mélyen belenézünk a lelkünkbe, tudjuk, a római birodalom idején volt egy birodalmi döntés, amivel államvallássá tették a kereszténységet. Ehhez az államvallási léthez és ideológiai közeghez raktak össze egy könyvet, amit úgy hívunk, hogy Biblia. De ez azt jelenti, hogy ki is hagytak belőle a keresztény vallás alapelemeiből, ki is hagytak könyveket, amelyeket azóta már kezdünk felfedezni, itt-ott megjelennek ezek a könyvek egyet több nyelven. És hogyha ezeket beemeljük, ezek főleg a Ószövetségi résznek a Mózesi könyveire gondolok, ott abban a részben vannak olyan dolgok, amelyikben lehetne olyan részeket is betenni, amelyek a teremtésvédelemről többet mondanának, mint a jelenlegi Biblián, illetve nem csak nekünk mondana többet, hanem azt hiszem az egész világnak is. De a kérdés az, hogy mikor teszünk be újabb könyveket a Bibliába. De tudsz konkrét példát mondani, hogy melyik az a apokrif irat, amiben ez a gondolat van? Hát vannak olyan részei a Bibliának, ami hihetetlen elnagyoltan van benne, nagyon röviden, de benne van, tehát például a babiloni történelemről, a Gilgámes Eposznak egy része, az például benne van a Bibliában. De hát ennyi, hát egy 10 vers és kész, de hát nem ennyi volt, amit esetleg érdemes átgondolni, de nem lennék meglepődve, ha Jézus tanításai közül is lennének olyanok, amelyek nem szerepelnek a Bibliába, mert annó a igen tisztelt római birodalom nagyjainak fájna, ha belekerült volna. Az itt erről eszem, hogy van a feminista teológiának is több olyan észrevétele, hogy bizonyos fordítások nem feltétlenül korrekten történtek meg, és van olyan, hogy van eredetiben női volt, aztán mégis tudom, hogy fordították. Ezt nem is tudtam. Egy Marinita foglalkozott ezzel, hiszen sokat pedig van. Simán lehetett ilyen. Hát kérdezem, hogy mit tudtok Lynn White-ról? Nevet hallottam. Lynn White. Nem tudom, hogy valahány évvel előtt jelent meg a könyve Lynn White-nak, aki leírta azt, hogy az ember természet pusztító
viselkedése évszázadok óta lévő és egyre erősebb természetpusztító tevékenységében sajnos a kereszténység is bűnös. És azt mondja, azért bűnös, mert a két, főleg két gondolat az. Az egyik az, hogy hát azért ne felejtsük el, hogy az is szerepel a Bibliában, hogy hajtsátok uralmatok alá a természetet, féljen titeket a csúszómászó és a halál egyet. Tehát vannak olyan részek a Bibliában, amelyek értelmezhetők úgy, hogy az Úristen nekünk adta a természetet, és azt csinálunk fel, amit akarunk. Szerencsére nem így mondta a Biblia. Hát soha nincs így, hogy azt csinálsz, amit akar. Az nincs. De hajtsátok uralmatok alá. Most az a kérdés, hogy hogy kell érteni azt, hogy uralmatok alá. Azt megmagyarázza. A következő fejezetben meg is mondja, hogy mi az uralom. Jó, az, hogy őrizzétek és gondozzátok. Így van. Jó. Ez a két rész valóban ellentétes egymással. Én az utóbbi tartom jónak, de lássuk be töredelmesen, hogy az európai kereszténység, meg az amerikai kereszténység és a magukat kereszténynek való emberek bizony az első idézet, hogy hajtsátok uralmatok alá a természetet, ebben a légkörben élt. Most ilyen a birodalmat. Tehát értesít? Észak-Amerikára gondolsz most? Igen. Tehát az európai világ, az úgynevezett fejlett világ az elmúlt 500 évben egyértelműen abban a gondolatkörben élt. A spanyol királytól kezdve a német-római császári mindenki. Hogy a körülöttünk lévő világ, az ásványok, a kövek, a növények, az állatok, azok azért vannak, hogy nekem jó legyen. Ezt nem tagadhatjuk, hogy olybán értelmeztük a Bibliának ezt a parancsát, hogy hajtsátok uralmatok alá a Földet. Most az, hogy féljen titeket, az is nyilván sokféleképpen is fogalmazható, de azért megnéztem a latin, meg a francia, tehát a vulgátát is megnéztem, azon a helyen, hogy féljen tőletek, ott a vulgáta is egy olyan szót használ, most nem tudom, mi volt az, olyan szó van, ami olyan rossz. Tehát nem azt hangsúlyozza ez az ige része, hogy legyetek gazdája a Földnek. A másik, amire utalsz, az már igen. Az már igen, de közöttük 8 oldal különbség van. Tehát ki mondta azt, hogy a másik rész az, hogy őrizzétek és gondozzátok. Igen. Hogy ez most felülírja azt, hogy féljen tőletek és hajtsátok uralmatok alá. Hogyan kell értelmezni azt, hogy hajtsátok uralmatok alá? Ezt mi Európában, mint hogy katona, állandóan háborúskodtunk, meg katonáskodtunk, ezt akkor a királytól a parasztig majdnem mindenki úgy értelmezte, még a papok is úgy értelmezték. Hogy a miért? Vedd el, azt csak használd. Ilyen használd. És ebben Lynn White-nak igaza van, hogyha a kereszténység nem adott volna lehetőséget erre a téves értelmezésre, akkor az ember kevésbé lenne agresszív a természettel szemben. Ez egyik gondolat a Lindmájtban. Tehát ő is azon a válaszolta, hogy ugyanabból a Bibliából a földvédelmet, a természetvédelmet is ki lehet olvasni, de ez is ki lehet olvasni. Nem tagadta, hogy ez is ki lehet olvasni. Másik vonal az, ez egy, hogy mondjam, dogmatikai probléma. Hogy a kereszténység az egy egyértelműen emberközpontú vallás. Tehát ugye már csak azért is, mert a teremtés folyamán az Úristen a lelkét csak az emberbe lehelte bele. A többi teremtményben nem lehelte bele. Tehát ilyen értelemben csak mi vagyunk az Úristen képei itt ezen a Földön, a többiek nem. Tehát az embert mindenképpen a többi élőlény, növények, állatok, stb. Fölé helyezi a kereszténység. Most ez megint olyan, hogy ezt a szituációt lehetne olyan is értelmezni, hogy ha mi fölöttük vagyunk, akkor mi felelősek vagyunk. Tehát az, hogy valakinek előjogai vannak, vagy több lehetősége van, főjebb van, hatalma van. Ez már teljesen a sárgyi gondolatok. Nem, ez teljesen az abszolút egyszerű pszichológia. Hogy az, hogy valakinek hatalma van keziben, az használhatja arra is, hogy kizsákmányolja a többit, és használhatja arra is, hogy gondos gazdája a sáfára annak, amit rábíztak. Mindenkettő lehetséges. Tehát azt mondja, hogy a kereszténység emberközpontúsága természetesen értelmezhető úgy is, hogy mi felelősek vagyunk azért a Földért, amin vagyunk. A mi kezünkben van a lehetőség, a mi kezünkben van a hatalom, a tehetség, a tehetünk, ezért mi felelősek vagyunk, és nagyobb felelősségünk van. Nagy felelősség, hogy megőrizzük őket. De lássuk a töredelmesen, hogy ez jelenthet olyan fajta értelmezést is, hogy hát akkor te kis senki házi vagy. Nem érdekel. A te szenvedésed nem érdekel. Az állatok szenvedése nem érdekel. A növények kiírtása nem érdekel. Mert az én érdekeimet szolgálja. És az Úr nekünk ott a földet.
Most ezt, hogy mondjam, rossz helyen mondom, mert a jelenlévők nyilván nem így gondolják, de el kell ismernünk, hogy ezer hívő, katolikus, református, stb. Lelkipásztor. Nem esik kétségbe, ez tulajdonképpen... hogyha ki kell vágni egy fát. Igen. Nem esik kétségbe. Nem esik kétségbe attól, hogy az állatok szenvednek. Hát most mit csinálják vele? Szenvednek. Az a dolog. Én nekem maga az a dolog, hogy megegyen. Tehát empátia nem volt az európai kultúrában az állatok és növények pusztításával, szenvedéseivel szemben. Ez egy új dolog. Tehát Lin Bánchnak ez a mondandója, hogy nem arról van szó, hogy a kereszténység értelemszerűen természetpusztító, hanem csak az, hogy bizony mind a két szempontból lehetőséget ad egy rosszfajta értelmezésre is. Már pontosabban az elmúlt évszázadokban lehetőséget adott. Ennyi. Szívesen fizet egy kicsit a korábbi felvetéshez is, meg aztán erre is rácsatlakozom, hogy mondjuk apokrif iratokkal szerintem például új szövetségben úgy áll a helyzet, hogy én is úgy tudom például, és nem esküszöm meg rá, de talán apokrif Tamás evangéliumban tényleg a szentírás kutatás most vél fölfedezni valódi jézusi mondást. Ugyanabban az evangéliumban van viszont rontó csodája is Jézusnak, amit nem tudunk összeegyeztetni a keresztény istenképpel, hogy Jézus valakit megátkozott vagy tönkretett volna. Hát tehát, hogy ilyen értelemben nem véletlenül nem kerültek bele a Szentírásba, mert úgy könyvként egészében nem állják meg a helyüket egy ilyen mérlegen. Tehát, hogy én szerintem nagyon gyümölcsöző a munka, ami most a feltárásukra irányul, meg ezeket a gyöngyszemeket kimozsolázni belőlük nagyon fontos, és ez jobban bele kéne kerüljön a keresztény köztudatba. De azért szerintem a birodalmi érdek mellett a Szentlélek sugalmazása is egy kicsit ott volt a könyvek kiválasztásánál, reméljük, hogy volt az erősebb. Igen. És az Ószövetség könyveivel pedig talán a zsidó testvérekre való tekintettel nem babrálunk annyit, ugye azért vannak eltérések már így is, akár a protestáns Ószövetségi kánon, akár a katolikus Ószövetségi kánon és a zsidó szentírási kánon között. Mégis ez most egy kapcsolódási lehetőség, és hogyha ott azzal elkezdünk babrálni, akkor megint így csúnyán nézünk majd egymásra, hogy te azt miért változtattad meg, de hát én azt már régen megmondtam, hogy az nem úgy jó. Tehát ez egy érzékeny terület, pedig ugye ott is nagyon szép apokrifek vannak, a proféta iratoknak folytatásai, etc. etc. Persze századokkal később készültek, de azért a lelkületük viszont nagyon fontos üzeneteket közvetít. Ezeknek a tanulmányozása is lehet hasznos. És erre a gondolatra pedig, hogy ez a hajtsátok uralmatok alá a földet, én azt gondolom, hogy talán ott van a kísértés azok számára, akik pedig most mondjuk egy ilyen teremtésvédelembe elkötelezetten belevetik magukat, és ezt szeretnék népszerűsíteni, hogy ezt kihagyják, hogy ezt negatívan ábrázolják, és ez ellen talán nagyon elemi, önvédelmi ösztöne tiltakozik az embernek. Az egyik mondatot tetszett nagyon, hogy azt mondod, hogy hát tudja, hogy elveszi, használja, tehát hogy ez jó nekem, ez nekem jó. És szerintem ez a kényes egyensúly, és mind a két oldal kísértés, hogy nekünk a Földet szolgálni kell, és őrizni és ápolni, ott valahol elveszünk mi magunk, hogy akkor miért ajándékozta nekünk ezt az Isten, ezt a Földet, hogy csak a munka legyen vele, verejtékkel keressük rajta a kenyerünket, fájdalommal szűjük a gyerekeinket, etc. És ez megint visszavisz minket abban a negatív természet felfogásban, mert megutáljuk az egészet. Viszont ugye, hogyha meg így tekintünk rá, hogy jó, hát ezt azért adta oda, hogy mi rendelkezünk vele, és hát sok évszázad tudományos meg technikai fejlődése kellett ahhoz, hogy átbillenjünk a nyertes oldalra, de végre ott vagyunk, tehát most minden lehet, akkor meg a ló másik oldalán esünk be. Tehát én ebben is a Biblia bölcsességét látom, hogy mind a két oldalt oda teszi, hogy a Földet őriznünk és ápolnunk kell, és az jó is lesz nekünk. Tehát ez a Föld képes örömöket adni, ez a Föld, ez egy áldott, szép dolog lehet, és hogy van jogos élvezetünk a Földön, és van felelősségünk is az ápolásában. Igen. De eddig nem így volt az egyensúly. Igen. Most rában kezdünk rávenni arra. Kétségbe esettem ráadásul, mert nagyobb veszély. Igen. Megért, hogy csatlakozzak. Előrejáról mondom, hogy nem vagyok teológus. Én mérnökölök eredetileg, és úgy kerültem bele, mint Krisztus a kérdőben a témába fokozatosan, hogy elkezdtem a jövőkutatási projektemet csinálni. Nem mondom végig az egész, mert az 30-valány év lenne, ez nem is annyira lényeges, hogy mit csináltam, hanem azokat a kérdésköröket, ahogy én egyre inkább közelebb kerültem a Biblia tanulmányozáshoz, a kereszténység kérdéshez, most mindegy, hogy most
Y-ban mondom, tehát kereszténység, vagyis a katolikus értelemben mondom, amit én észrevettem, hogy azok a kérdések, amit én megpróbáltam megoldani, tehát egy előrejelzés, egy előretekintés egy szempontból, hogy inkább olyan kérdéseket vetettek fel, ami tényleg benne van a Bibliában, csak hogy teljesítem mondtad, hogy szeretnék egy követ beledobni a álló vízbe. Nagyon meglepődtem, mert abban az időszakban én sok irányban nyitott voltam, hogy volt egy ember, aki pont az apokrifokat tanulmányozta, és amikor a legújabb tudományos eredményeket próbáltam felhozni előrejelzésre, vagy bizonyos tendenciák megértésére, akkor az apokrifokban találtam egy magyarázatot. Mondok egy nagyon egyszerű példát. A káosz hoztátok az előbb, meg a rendet előbb. Valamikor a 80-as évek közé, nekem előkerült egy olyan könyv a kezembe, a Kárpási Féle könyv, ami végigvizsgálja nemcsak a kereszténységet, hanem a különböző megelőző szektákat is, amik a kereszténység kialakulásához vezettek, az időszámítása 5. 6. századtól kezdve egészen a kereszténység, és volt egy mondat, ami nagyon megütötte nekem a fülemet, vagy a szememet, az úgy szólt, és ez a János apokrifokban van benne. Tehát én eddig kezdtem el apokrifokat nézni, hogy a fénynek víztermészete van. Majdnem 20 évig gondolkodtam, hogy mit jelent az, hogy a fénynek víztermészete van. Sehol nincs benne a Bibliában ennek a magyarázata. És egyszer, amikor lementem a gödörbe, régen most akváriumnak hívják, ott van fölül egy ilyen vizes tó, amin átjön a napfény. És akkor hallgatok egy ilyen környezetvédelmi konferenciát, és már nagyon mutam, mert így a könyvkörben jövök minden, amit mondanak, és így felnéztem. A fénynek víz természetet, ahogy így ezek a fény, meg átjön rajta a víz, hát az, hogy a világunkat megértsük most akár tudományosan nézem, akár vallási oldalára, tényleg szemmel látható volt, hogy hogy működik. Számomra az volt érdekes, hogy 2000 évvel ezelőtt ez evidens volt. A másik, most kicsit megint a visszatok a tudományos oldalra, tehát a vallási két oldalára, a 80-as évek közepétől, főleg most 2000-es években beindult a kvantummechanikának egy új irányzata, ami a nem lokali, non-lokalitynek nevezett irányzat, és ott kezdik ezt előhozni, tehát az élettől kezdve a világ működéséig, és akkor most egy kicsit tovább megyek a kereszténység, most a tudományos oldalról próbálom megvilágítani az én kérdéskörömet, hogy azt vettem észre, hogy amit megérteni, tehát a kertelentésével nem akar győrizni, szolgálni ezt a földet, és tovább, hogy teljességében lehet csak ezt egészet megérteni. Tehát ugye Viktor András is mondta, hogy szemléleti külön-külön részekre, tudományokra szabadalmi, teljességben, holisztikus egységben. És akkor volt egyszer egy megbeszélés egy másik ilyen könyv, ahol felépett egy ember, aki véletlenül tomista kutató volt, tehát Tamásnak a dolgaival foglalkozott, és akkor az ikában, és akkor előtt a katolicizmusnak az a időszaka az 1200-es évektől 1500-ig, mert Párizstől hoztátok ugye a Loyola Szent Ignáccal kapcsolatban, hogy mit jelent a katolicizmus akkor, meg mit jelent ma, és megmondta, hogy a katoliki, vagy nem tudom, tehát ez a szó, ez magát az egészet jelenti, a holisztikus egész. És akkor esett le nekem egy csomó minden, hogy akkor miről szól Biblia, és miről szól Jézus? A teljességről szól. Mi az, amit elvesztettünk 2000 év alatt? Pont ezt a részekre szabadult világot, tehát a tudományok által próbáltuk megérteni, és szétesett ez a világ, tehát a káoszba kerültünk bele, ahelyett a bizonyos szép rendhelyre, kozmoszért. Tehát, hogyha vissza akarok kerülni abba a szép rendbe, abba a kozmikusan szép világba, akkor megint a teljesség felé kell mennem. És akkor megint kaptam egy kulcsot ettől a tanulmányosától, kérdeztem, hogy mivel foglalkozott egész életében, megmondta, hogy a kereszténységen belül bizonyos dolgokat végignézett a kezdetektől kezdve, nem mondom el, igen, és azt mondta, hogy a kereszténység, vagy az ő vizsgálat, az semmi másra nem szólt, mint a logosz. És úgy leesett nekem a tantusz, hogy bocsánat, hogyha a tudomány logoszról szól, a vallás a logoszról, amit én megkutatok, és én szerintem Jézus, amit mondott, az meg a holosz. Tehát amikor mi azt nézzük, hogy a különböző nézőpontok, a különböző keresztény felekezetek, vagy különböző keresztény vallásokat, most református, protestáns, katolikus, vagy bármilyen vittés, és semmi másra nem szó, mint ennek a holisztikus egységnek a helyreállítása. És itt lényeges én szemszögemben az, hogy mit mondott Jézus valójában, mi maradt ki a Bibliából, mert lehet, hogy azok a kulcsmondatok, tehát hogy én rátaláltam erre a János apokrifokra, lehet, hogy vannak olyan kulcsmondatok, amik ezt a teljességet szolgálják.
És én majdnem 30 éve, mint jövőkutató, ezt a holisztikus irányzatot kutatom. Tehát hogy lehet egy holisztikus világképet helyreállítani, most mindegy, hogy most teremtés, mire lenne mentálható fejlődésnek, társadalmi felelősség kutatásnak, hogy bármelyiknek nevezem, tehát akár a személy az egyén oldalról, akár a közösség oldalról, a társadalom, vagy gazdaság oldalról nézem, akár az élő világ oldalról, vagy a teljes földnek a működésre, mindig ugyanabban a problémában ütközöm be, mint egy kutató, ennek a teljességnek a kutatása. És nagyon örültem, hogy gyarogoztam a Chardin, mert a másik ilyen fogózott nekem érdekes módon, Chardin mutatta ebbe az egészlegességbe, tehát ő egy olyan filozófiát, például az emberi jelenséggel találkoztam szintén a 80-as években, és így revelációra esett le nekem, mert hogy eltén is kutattam, műjétem is tanítottam, tehát volt egy-két egyetem a hátam mögött, ahol kutatóként, tanárként is velem, de egyszerűen az, hogy hogy áll össze az egész kép, tehát egy kutató, a kutatásnak a tárgya, hát ott volt egy sorvezető, majd, hogy nem az. Tehát egészen az omega pontig. Tehát én amikor nézem az előrejelzéseket, bocsak, hogy fejlődését, de pont ezt az omega pontot keresem. Mikor van az átváltás, amikor átvált ez a világ az omega ponton, és én úgy érzem most, mint ebben az omega, amikor vagy megmarad ez a világ, vagy szétesik, tehát ebben a káosban, és ha viszont megmarad, és átmegy be ez rá valami, nem tudom meg a ponton, akkor viszont lehet, hogy a teljesség lesz az, ami az embereket szolgálja, és te azt mondod, hogy a katolikus megújulás. Hogy ezt tűzték egy Cirilla Jezsuiták. Én nagyon örülök neki, hogy megújulnak, de könyörgöm. Kezdjék már tanulmányozni, hogy mit mondott Jézus az apokrifokban. Tehát ami kimaradt, bocsánat, én egy kutyaütő, ugye teológus vagyok, tehát én csak ugye a magam módján kezdtem meggyűjtőgetni külön-külön ezeket az apokrif mondásokat. És állandóan fogtam a fejemet, hogyha ez bekerülne, mind a tudományos vérkengésre, hogy a vallási hit belekér, ez forradalmat csinál. Én mindig azt szoktam mondani egy szűk körben, baráti körben, hogyha Jézusnak az összes kijelentését, amit kijelentett, nem csak a tanítványoknak, tehát ebben a szűkek körben a tanítványoknak, azt mind megvalósítanak, kétszer egy szabályos forradalom, történt az egész ügyen, tehát nem hogy szétesne ez a bolygó, nem hogy háború sora, hanem egy olyan békeforradalom, egy olyan teljességforradalom menne végig, ami viszont átformálható. Tehát nekem ezért fontos, mint egy ilyen jövőkutatónak, hogy na akkor mikor fogunk átváltani az omega ponton a teljesség felé. Tehát mikor lesz a Jézusnak az eredeti mondása, most teljesen mindegy, most protestáns nézőpontban nézem, vagy katolikus, vagy ilyen-olyan kis keresztényeket, hát nem ez a lényeges. Tehát az ő kumbán ez ezért lényeges, hogy azokat a morzsákat, azokat a darabokat, a szétesett világot, tehát amitől kaotikussá vált az élet, mikor tudjuk így morzsánként újra összeszedni, és újra összerakni azt a teljességet. Tehát nekem ezért lényeges az, hogyha új kumbáné, akkor a káoszból hogy lehet rendet csinálni, ezt a szétesett világot újra összeszervezni, egy teljes holisztikus világot, és a másik pedig, hogyha már egy katolikéről beszélünk, hát abban benne van az, hogy holisztikus, könyörgöm, ne álljunk meg a logosznál. Tehát ne álljunk meg azt, hogy én most a logosz kutatom, hanem a holisztik, a 21. század a holoszról szól. És akkor érünk vissza Jézushoz. Bocs, egy ilyen hosszú mondat. Kiegészítésen lehet közben, akkor még eszembe jutott hasonlat, hogyha mondjuk bejönne Móriczka, és megkérdezné, egy kicsit még visszatérve az elnevart szájra, hogy szóval, hogy lekerekítsük, hogy mi van akkor, hogyha bizonyos apokrifokban tényleg lehet olyan, ami úgymond szent élettől sugalmazott, olyan is, ami csak olyan emberi hozzákövetemény, meg ugyanakkor akár a bibliai kanonizált könyvek között is lehet olyan, aminek bizonyos részei szent élettől sugalmazottak, más meg emberi hozzáköltött valóság, és valójában itt nem nulla és 100% két véglet között van a dolog, hanem eléggé kontinuum jellegű a skála, és egyszerűen kettítés történt százasra, amikor a kanonizált döntést hozták. Na, egy részben költői kérdés volt, de azért ezt is bedobnám így én is ebbe a tóba, mint Eloise-hez képest, most már nagyon hullámzó, és sok hullámon futó történetben, mi ezzel is tudunk valamit
kezdeni, és egyben az is eszembe jutott, hogy van a Pács Ferenc nevű jezsuita teológus, aki Rómában. Még egyszer a nevét? Pács Ferenc, PSCH, aki így ilyen Pápai Gergely Egyetemen is oktat, igen, és van egy jezsuita blog, és akkor egy pacsiként szokott írni Y-on a végben. És akkor neki is volt egy ilyen nem pont ez kicsit meredek, ez a nőszkes hozzáköltöményem, hanem egyszerűen arra jutott, hogy milyen a korfényében, meg az adott emberi gondolkodás módnak a tükrében érdemes vizsgálni, hogy milyenek a konkrét mondatait, stb. Ugye? Vagy hogyha még hozzáfűzni van. Hát Pacsorinek van egy könyve is, talán ez a doktori disszertációjából előszületett a könyv a hermeneutikáról, tehát hogy hogyan olvassuk ugye a Pacs Ferenc. Pacs Ferenc. TSCH. Igen. Tehát, hogy hogyan is közelítsük ugye a letűnt koroknak a ránk maradt idatait. Köszönjük, hogy jöttek. Azért Istvánnak a felvetésére megint csak azt mondanám, hogy ezzel azért részletesen foglalkozik a Biblia tudomány, hogy melyik szövegek, mikor keletkeztek, hogyan. Tehát, hogy van egy szinte mondhatni, hogy világi elemzése is, ami azért szétszálazza azt, hogy melyik köthető jobban ahhoz a közösséghez, ahhoz a Jézus eseményhez, és melyik kevésbé. És van egy teológiai hagyomány is amögött, ami azt mondja, hogy jó, még amikor arról van szó, hogy a Szent Pál ír, hogy a köntösömet ott hagytam hozzátok utánam, hogy az miért fontos nekünk, hogy belekerüljen a Bibliába, de valahogy azt tényleg így akár a tudományos elemzés felől is, akár a teológiai elemzés felől is sokan sokkal jobb módon leírták, mint ahogy én el tudnám mondani, hogy miért állapodtunk meg ebben az új szövetségi kánonban. Tehát, hogy szerintem nem én vagyok a megfelelő fórum, hogy ennek utána olvassunk. Az, hogy az apokrifekben vannak értékek, az tagadhatatlan, hogy erre több figyelmet kell fordítanunk, azzal én is egyetértek. Kérdés úgy szóval, hogy mikor fog bekerülni a katolikus megmondásba az apokrifokat? Az állapot a Szentírásba eddig bekerült kanonizált könyveknek egy elsőbséget ad, tehát egy rangját, és ezt meg fogja tartani ezek a könyvek, tehát hogy én nem látom a változás szerint. Bemelés nem, inkább azt gondolom, hogy az apokrif iratok esetleg válogatásként megjelennek szélesebb körben, lefordítva körülbelül olyan, és valószínű magyarázatokkal. Igen. Tehát hogy az, hogy a katolikus hagyományok értelmezésbe jobban belekerüljenek ezek az apokrifok, és ez vigye előre a teológiánkat, ez teljesen elképzelhetőnek tartom, és akár szükségesnek is. Valahogy a Szentírás az egy olyan rangot kapott a szentírási könyvek, amit szerintem már semmi nem fog megugrani. Az a 2000 év. Igen. Közben lehet megjegyezésen, mert terminatóra második vatikáni zsinatot, hogy mennyire újszerű gondolat, hogy ott indult a katolikus megírás. Én azt láttam, hogy amikor a Nák Hámadik tekercseket 1947-ben megtalálták, 47-től majdnem 65-ig volt ez a érlelődési folyamat, aminek egy ilyen kicsúcsosodása volt a második vatikáni, amikor megtaláltak a holtengeri tekercseket, szintén az ötök, ez megint átett egy lapáttal, pontosan az apokrifok miatt, mert hát persze teológusok is tudják, hogy miről szól a belső kánon, meg amit meg kell. És akkor előjön a többi vezet homályába pont azok, amik hiányoznak, amik az összefüggéseket a sorrendbe raknák a dolgokat, tehát úgy, hogy teljességben áll össze az a bizonyos bibliai mű, amit mindenki olvas és ismer, hogy, és azt mondtad, hogy még nem záródott le ez a folyamat, tehát ami 50 éve zajlik, az egy ilyen szintén kicsúcsosva teljesítmény oktas, hogy a Ferenc pápa, Józsefa pápa, hogy ez a folyamat, ez valamikor 47-ben indult be, a Nák Hammádi kódexre, a holtengeri tekercseke, és fokozatosan áramlik be a vatikáni zsinaton keresztül, egészen a Ferenc pápának a felépését. Tehát én egy élő tudománynak látom ezt, ha így nézem a Biblia kutatás oldalon, csak azért tettem fel egy provokatív olyan kérdés, mert én azt látom, hogy ez azóta megy, tehát még nincs lezárva a folyamat, érlik a folyamat, csak hogy kérdés az, hogy a tudományos eredmények megtámogatják-e azokat a felismeréseket, amit Jézus mondott 2000 évvel ezelőtt, és csak az apokrifokban, mert nekem számomra itt szól a kérdés.
Mégis egy picit visszamozgatom a lehetői funkcióba, és rövid választ szeretnék kérni, hogy utána még az elvallratlan kérdéskörökre vissza tudjunk térni. Ez az előbbi mondás Istvánnéra akart egy válasz lenni. Tehát, hogy csak azt akartam itt közbevetni, hogy azért, ha ma olvas az ember egy kommentárt, mondjuk egy darab új szövetségi könyvnek speciálisan leveszi a kommentárját, vagy egy ószövetségi könyvnek, én szerintem megkerülhetetlenül benne lesznek az apokrifok. Tehát ez a folyamat, ez tart. Ahogy olvassuk most azt, hogy tényleg mi a mélyebb tartalma elemzése egy-egy bibliai könyvnek, ott szerepet kapnak az apokrifok, és aki igényesebben foglalkozik, akár katolikus félen, nem tudom, protestáns félen is biztosan, megkerülhetetlen ez. Nem a teológusokkal gondolnak, mondom a KT-ba, amit a katolikus KT-ba, tehát a nagyobb közönség vele publikálnak, hogy a, mikor áramlik be a hívoda, mert akkor indul be a forradalom. Az nehéz. Mert ez egy szemléletváltás lenne. Az nehéz lesz, mert ahhoz a papoknak a képzésébe is. Hát ott már megérdezik. Tehát elindult a folyamat, ebben itt bízhatunk. Igen. Az, hogy a Szentírásban megjön, én szerintem az ennek a hagyománynak a fényében, ami ennyi évszázadon keresztül így megőrizte a Szentírást, már nem valószínű, mert ez szép hagyományként ezeknek a könyveknek a rangját és a különleges sugallatot voltát fogja tartani. De hogy mondjuk bekerül a prédikációkba, vagy az igehirdetésekbe, az szerintem elkezdődött, mert benne van már a tankönyvekben, úgymond. Tehát, hogy... De akkor elmondom a tudományodat, hogy milyen lényeges az. Rövidelme. Környezetvédelem, fenntartható fejlesztés, stb. Ezek az ultimák mutatják, hogy milyen probléma van a világ. Körülbelül 10 évvel ezelőtt kezdtem el mondani, hogy nem a technológiára kell érzni a hangsúlyt, nem erre, arra, marra, hanem a belső spirituális vagy szakrális világra, tehát ahogy ez működik az ember és a természet között, és 10 évvel látom azt, hogy iszonyatos lassan megy a változás, hogy a tudomány oldalra nem bírom megcsinálni ezt az áttörést, tehát forradalmat, hogy így mondjam, mindenki a technológiára, meg egyébekre érzi a hangsúlyt. Vagy a másik oldalra, hogyha ugyanezt így meg lenne támogatva, hogy a ember és a természet kapcsolata, illetve ezek a szakrális dolgok, amik benne vannak a adott esetben egy apokrifban, hogyha ez gyorsabban áramlana, akkor a tudomány is gyorsabban tud előre, és nem esne szét ez a világ. Bocs, hogy én mit jövök kutat, hogy gyorsabb a folyamat, mármint a szétesés a káosz van, viszont le lehetne lassítani a szétesés folyamatát, a másik oldalról meg lenne támogató a vallás oldalon, ezekkel a hiányzó szakrális tartalmakkal. Nekem ez a lényeges, mint gyakorlati grafikus kutatónak. Egy gondolatot hadd tegyek ehhez hozzá, fontos gondolat, hogy a mostani környezeti katasztrófa, amit átélünk és amit át fogunk élni, ezt nyugodtan kijelenthetjük, hogy hit nélkül nem lehet túlélni. Tehát, hogyha nem változtatunk a világképünkön és az ember-ember közötti viszonyban sem változtatunk, akkor ez a katasztrófa feltartóztathatatlan. Tehát a belső változás igénye az nélkülözhetetlen. Nem ezt sugallják a rádió, a tévé, az újságok, a tudományos cikkek, nem ezt sugallják, és ez nagy tévedés, hogy úgy gondolják, hogy technológiailag és tisztán technológiai úton megállítható a katasztrófa, a széndioxidot vissza lehet préselni a talajba, és így tovább, majd ilyen-olyan fúziós energiával fogunk működni, és nem lesz bocsájtások. Óriási erdőket fogunk telepíteni, és akkor az megköti a széndioxidot, és a szántást is mellőzni fogjuk, és akkor a szántóföldeinknek is a halbetója, tehát a kisugárzás, így mondhatom, tehát az energiavesztesége kisebb lesz. Tehát csupa olyanokat vetünk fel megoldásként, amik teljesen az anyagi világhoz kapcsolódnak, de ezekben az anyagi világokban levő döntések, ezek, hogyha nincsenek mögötte megalapozások, hitbeli megalapozások, akkor ezek mindig szétesnek. Tehát amit te mondasz szétesést... 10 éve mondom, és nem bírom át. Amit te mondasz, hogy szétesében van a világunk, az tulajdonképpen az, hogy a humántudományok és a reáltudományok egymástól nagyon szétszaladtak, nincs egymás között átjárás, és a
hit pedig még évszázadokkal, szinte azt mondom, fényében bele van maradva ebben a tekintetben, hogy kövesse a változásokat. Andrés, jól segíteni? Van még egy reagálnál? Én csak egy szó értelmezését szeretném elmondani. Az ógörög szótárban nyomoztam, nem most még igen. És örömmel tapasztaltam azt, hogy az oikosz szónak az egyik jelentés az, hogy ház, háztartás, kis család, nagy család, tanya, nemzetség, gyülekezet, templom. Tehát minden olyan hely, ahol emberek együtt vannak, együtt működnek, együtt dolgoznak, együtt gondolnak. Tehát ez nekem rettentően tetszik, hogy az oikosz szó az a kaibát is jelenti, amiben lakunk, meg a templomot is jelenti, ahol együtt vagyunk. Ezt a harmóját, ezt érdemesen érdemes megőrizni. Köszönöm. Volt ugye az a nyitott kérdés még, hogy hogyan segítheti a tudományos gondolkodásmód, vagy röviden a tudomány, azt, hogy a különböző felekezeti értelmezések közeledhessenek egymáshoz. Ehhez a kérdéshez van még bármelyikőtöknek olyan gondolata, amit még nem osztottam? Nem tudja segíteni. Ugye a hit és a tudomány? Nem tudja segíteni. A tudomány hogyan segíti az, hogy különböző felekezetek közeledjenek egymáshoz. Tehát, hogy a tudomány hogyan tudja segíteni az ökumenit? Igen. Szerintem sehogy sem. De az én álláspontom azért... A filozófia tudnán. Azért nem, mert az emberi életnek az értelmi működése az a tudomány, a hitbéli működése pedig a vallás és az ökumenizmus. Ez két független dolog, amelyek segíthetik, hogy mondjam, nem segíthetik egymást, mert másképpen ábrázolja az egyik a világot, mint a másik a világot. Másfajta viszony a világ meg a másik emberhez. A legjobb az, hogy a békén hagyják egymást. Én meg azt mondom, hogy ott a filozófia, az is tudomány. Hát és az a híd. Ha a filozófiát és tudományt tekintjük, akkor más dolog. Köszönöm, Neri. Én azért remélem, hogy tudják segíteni egymást. Én egy kicsit úgy látom, hogy a világképünk teljes legyen, ahhoz szükség van mind a kettőre, és van mind a kettőnek autonómia területe is, de van valahol egy metszet is, ahol így együtt működnek, vagy kölcsönösen egymást tudják gazdagítani. És ezt akartam egy kicsit behozni arra, amit fölvetsz, és ez mondjuk tudom, hogy nem oldja meg azt a frusztrációt, amit az ember maga körül tapasztal, hogy már rájöttem, és hogy mondom is az embereknek, és tényleg szükséges ez a jövőnk szempontjából, és nem történik a változás, tehát nyilván most itt az asztal mellett én megerősítem a gondolatodat, ez sajnos nem biztos, hogy kint nagy visszhangokra ver, de hogy mondjuk aki vallástudománnyal foglalkozik, vagy mondjuk, hogyha filozófia felől behozzuk Hanvas Bélát, igen, sokan elő szokták venni például az alkímiának a nagy hagyományát, vagy ehhez hasonló ilyen dolgokat, amiket manapság leszoktunk értékelni egy kicsit, mint valahogy a természettudomány előfutára, és akkor így könnyedén besöprünk a szőnyek alá. Holott az alkímia, ilyen mondjuk az ilyen elemzések tükrében, egyfajta természettudományos vizsgálódás, és ugyanakkor spirituális út. Tehát, hogy az anyagnak az aranyá változtatása, az ugyanakkor jelenti az ember lelkének az üdvét is. És nem válik szét a kettő. Tehát, hogy aki a világ nemesítésén törekszik, az magának, mint személynek a nemesítésén is törekszik, és az emberi társadalmi rendnek, vagy az egész emberi nemnek a nemesítésén is törekszik. Tehát, hogy ez a holisztikus látásmód, ez például itt is felfedezhető, és erre is szükségünk van. És a másik kérdésre meg ezt hoznám be, hogy például a tudományos reflexió mondjuk akár a humántudományokban, tehát én azért bizakodó vagyok, hogy a társadalomtudomány, pszichológia, vagy akár a gazdaságtudomány, hogy például ezt a felgyorsuló, pusztító életmódunkat így a háborúk után, hogy a fogyasztói társadalom eszméje uralja, én azt gondolom, hogy még talán szükséges is volt a háború utáni újjáépítésre. És szerintem szükségünk van egy új gazdasági elméletre is. Ami azt mondja, hogy jó, a fogyasztói elmélet az kifutotta a maga évtizedeit, kihúzott minket a világháború utáni recesszióból, meg vödörből, de most már nem használ, hanem árt. És kell egy új gazdasági elmélet, kell egy új társadalmi elmélet. És hogyha nem nézünk magunkba, és a saját egyéni küzdelmeinket nem veszünk számításba, akkor már nem tudjuk megugorni ennek a lécét, tehát hogy ehhez minden segítség jól jön, például a pszichológia segítsége is, hogy így az emberrel foglalkozó tudományok.
Világos, de én szó szerint arra a kérdésre válaszoltam, hogy a tudomány segít, tudja segíteni az ökumenizmus. Az ökumenizmus, hogy egységkereső istenkel. Az, hogy a reformátusok és evangélikusok egyetértésre jussanak abban a kérdésben, hogy protestánsok és katolikusok egyetértésre jussanak abban a kérdésben, hogy ahhoz nincs közel a tudomány. Érdekes, van egy ötletem, hogyha például egy valláspszichológiai kísérlet tudja árnyalni azt a szembenállást, ami mondjuk az eukarisztiának a különböző elképzeléseiről szól, én is el tudom képzelni, hogy lehet olyan kísérleti és tapasztalatokon alakuló eredmény, ami ad egy adalékot ahhoz a helyzethez, ami most van. Egyébként volt itt egy konferencia, eddig nem mentek a kérdésekben, felekezeti értelmezésekről, az úrvacsoráról, ebben is volt, most nagyon nagy élmény volt. Még egyébként is szerintem a párbeszédhez nagyon sok olyan programnak adott már helyet, ami a felekezetek közötti kommunikációt segíti, és sőt, akár vallásközi párbeszéd felé is nyitottam. Jó, megjövődött. Meggyőzési szemekból csak egyszerűen érvet használ fel, de köszönöm. Volt még egy olyan nyitott kérdés is ugye, hogy Feri, te ugye a jezsuita menekült szolgálatban is dolgozol munkatársként, és azáltal, hogy egyfajta felelősséget megérsz ugye egyben a teremtett világ egy részéért, hogy éppen itt vannak a környezetünkben, más kultúrából akár, vagy egy más anyanyelvi környezetből, vagy más földrajzi helyről ide csökkenve. Mi az, amit ott tapasztaltál olyan jellegűt, ami vagy valami vallásközi párbeszéddel függött össze, vagy valamilyen teremtésért vállalt felelősséggel? Ebből van neked megosztani valamit. Meglepő számomra, hogy ezt nyitott szárként hoztad be, vagy elvaratlan szárként. Még fel sem vetettem. Igen, az azért csak is, hogy ez most nyílik, de becsatolnám valamihez, amit András akartam korábban mondani. Arról, hogy a Laudato Si enciklikában Ferenc pápa egyrészt. Ez egy ilyen a katolikus egyház szempontjából történelmi, tehát hogy ez az első olyan pápai írás, ami minden jó szándékú embernek szól. Hát eddig úgy voltak vele, hogy hát a pápa ír a katolikus, az ő katolikusainak. Híveinek. Igen. És ez az első írás, ami minden jó szándékú embernek szól. Tehát ebben is megvan ez a holisztikus gondolat, a vallásközi párbeszédre való nyitottság. És az, hogy nekünk együtt kellene valamit kezdenünk, az egy bolygóval, amin élünk, és ugye összekapcsolja a szociális krízist az ökológiai krízissel. Tehát ez egy nagyon fontos gondolata, hogy azt mondja, hogy nincsen két válság. És ezt ott akkor akartam belefűzni, amikor azt mondtad, hogy azért a kereszténység előtérbe helyezi az ember szempontját, és mindig másodlagosnak sorolja be a természetét, vagy a teremtett világot. És hogy ennek az enciklikának az egyik üzenete az, hogy ez a kettő olyan szervesen összekapcsolódik, hogy nem mondhatjuk azt, hogy ez az első és az a második, mert ha ezzel akarunk foglalkozni, akkor azzal is kell, és bármelyik oldalról közelítünk, ezek szétválaszthatatlanak. Igen. És így a menekültekkel foglalkozva is egyrészt ez a tapasztalat a háttér, hogy hát nem tudom, mielőtt kitört Szíriában a forrongás meg a háború, mély aszályos év volt. Tehát olyan nyomorban éltek már ott az emberek. Vizük nem volt. Erről van szó, tehát hogy nem lehet külön szemlélni, hogy most itt elárasztott minket egy menekült hullám, ja meg amúgy van egy klímaválság, tehát hogy akár... Ezek együtt jönnek. Igen. Tehát hogy akár az, hogy a természetromlása milyen emberi konfliktusokba sorol bele minket, mert hát a bőrünkön tapasztaljuk a szükséget, illetve mi nem, mert nekünk van légkondunk, meg etcetera, de hogy azok az emberek, akik most itt megjelennek és kopogtatnak az ajtónkon, azok a károsultjai. Azok a vesztesei. Igen. A természet ellen elkövetett bűneinknek. Tehát, hogy ilyen értelemben ez is... És nem mi bűnhődünk, hanem ők. Igen. Pontosan. Tehát, hogy egyúttal ugye itt vannak a nagyon konkrét emberek, akik a segítségünket kérik, és akikkel látjuk, hogy például a kulturális meg nyelvű különbségek miatt nem mindig könnyű ezt jól megvalósítani, de... De hogy ez egyúttal a természeti felelősség. Igen, tehát egy ilyen záró gondolat, hogyha... Ennek a gondolatnak a befejezése az csak annyi, hogy a munkának a tapasztalata, vagy akár amikor most a nyáron a közel-keleten volt lehetőségem tartózkodni, az, hogy nem ismerjük egymást. Tehát, hogy... És ezért is fejlődünk. Igen. És hogy akár a felekezet közé, akár a vallás közé oldalon, tehát akár az emberi motiváció, akár a közös
földünkért való aggódás, de szerintem ami nagyon szükséges lépés felé indít minket, az az, hogy ismerjük meg egymást. Tényleg legyen kapcsolatunk más felekezetű keresztényen, más vallású emberrel, táguljon a világképünk arról, hogy ha megérteni várjuk a világot, akkor meg kell értenünk a másként gondolkodó embereket is, és a közös cselekvésbe kell elkezdenünk gondolkodni. Nem, köszönöm. De és egy verszót még esetleg hozzáfűzöl? Nézzük, hogy nem lehet. Nagyon szépen köszönöm mindkettőtöknek, illetve mindannyiatoknak, hogy eljöttetek. És következő zöld presznél program az jövő hétvégén Pannonhalmán a Kultúrházban lesz, amikor is Verszegi Asztrik püspök atyával és Kendernai János alelnökkel, meg Kükeli Zsolttal, aki a Nemzeti Fenntartható Fejlődés Tanácsának a katolikus egyházi delegátja. Közös beszélgetés lesz arról, hogy hogyan értjük Ferenc pápát, illetve a kommunió modell mennyire hierarchikus, demokratikus, illetve lehet Jézus egyszerre konzervatív és liberális, meg arról is, hogy mit lehet tenni az ökológiai megtérésnek az életre váltásában a gyakorlatban, akár egy kisvárosban, mint mondjuk Pannonhalma. És egyben köszönet a Párbeszédházának a baráti áronvaló teremhasználati lehetőségért, az együttműködésért, illetve a Zöld Keresztény blognak a projektjét támogató Ökopolis alapítványi támogatást. És a közös cselekvésbe kell elkezdenünk gondolkodni. Nem, köszönöm. De és egy verszót még esetleg hozzáfűzöl? Nézzük, hogy nem lehet mondani. Nagyon szépen köszönöm mindkettőtöknek, illetve mindannyiatoknak, hogy eljöttetek. És következő Zöld Presznél blogos program az jövő hétvégén Pannonhalmán a Kultúrházban lesz, amikor is Verszegi Asztrik püspök atyával és Kendernai János alelnökkel, meg Kükeli Zsolttal, aki a Nemzeti Fenntartható Fejlődés Tanácsának a katolikus egyházi delegátja. Közös beszélgetés lesz arról, hogy hogyan értjük Ferenc pápát, illetve a kommunió modell mennyire hierarchikus, demokratikus, illetve lehet Jézus egyszerre konzervatív és liberális, meg arról is, hogy mit lehet tenni az ökológiai megtérésnek az életre váltásában gyakorlatban, akár egy kisvárosban, mint mondjuk Pannonhalma. És egyben köszönet a Párbeszédházának a baráti áronvaló teremhasználati lehetőségért, az együttműködésért, illetve a Zöld Keresztény blognak a projektjét támogató Ökopolis alapítványi támogatásért.